A későn jövőkről csak annyit, hogy egyik barátom meghívott, egyik színész, és hát a barátommal elmentünk, ugye, producer barátommal, és mondja, hogy gyertek, fél hétkor kezdődik. A barátom, én értem, jött fél hétre hozzá. És akkor hát ugye bementünk a színházba, mindjárt hétre ott is voltunk, javában ment az előadás, és akkor az Artúr, ugye, Káli Artúr ott áll, így belépünk, így ránéz az órára, ránk néz, haverom volt, semmi, és ott a résnyire hagyta nyitva a hat színbe, azt ismeritek, ugye? Hat szín színházat, és akkor így be kellett rohanni neki, és akkor mondja, hogy erre még visszatérünk. Azt mondja a ilyen ruhatáros hölgy, hogy ne, ha lehetséges, akkor gyerekek, kicsit várjatok, majd mindjárt bemegy a művész úr, jó, persze. És kiderült, hogy a legelső sorba kaptuk a tiszteletjegyet, közvetlenül a színpad elé. És akkor mondja, hogy hát azt mondja, ez a legelső sor középe. Én biztos nem megyek oda be. Hát mindenki engem fog nézni, meg a haveromat, hogy a későn jövőkről jut eszembe. És akkor erre, hát így is volt, Artúr berontott, azért fülelt, hogy mikor kell neki berohanni, berohant. És akkor mondja a hölgy, aztán menjenek oda, mert ilyen három nagy széksor volt, és az utolsóban ott van, hát leghátul. Mondom, király, szépen lopakodunk befele, erre a Molnár Károly Péter, a csirkefogója azt mondja, hogy ne üljenek ott le, mindenki. Ott álltunk talpig gyászban, és akkor erre mondja, aztán na így néznek ki a későn jövők. Hát én, mint a Reichstag, ugye, Húpi Lila is voltam. Mondom, Gyula, ezt ilyet körülbelül az akkóban így csináltam, hogy ne lássanak belőlem részleteket. És akkor a Péter volt olyan kegyes, hogy olyan fél percent a poénoknál, hogy ott hátul a későn jövőknek tetszik ez a poén is? Tetszik. Na mindegy, ez csak a későn jövők jutott eszembe, bocsánat. Előjáróban azért hagyd mondjak valamit, illetve hagyd mutassak valamit, azért jó, mert ott senki nem fog semmit látni, itt se. Itt első sorokban lesznek, akik valamit belőlem látnak. Itt tulajdonképpen egy repülő, az elnöki gép van. Megpróbáltam kitenni a gépre, de nem hogy mondjam, párhuzamosította le, pedig írta, hogy mindegy, itt az elnöki gép, és itt vannak, ahol az ujjammal mutatom, itt vannak az embereknek a fejmagassága, a riporterek. És most így, csak úgy azért így is lehet látni, és behúzom a pasit. Tehát itt van a fejük, itt a hasa, és itt a feje. És ezt kinagyítom egy kicsit. De mutatok egy másik képet, azon jobban látni. Na, itt van a szép szál legényünk, várjunk. Nézzük csak, itt vannak a normál emberfejek, és itt a gép, és ott van, és ez 5 méter itt fönt, mert ott a ülés magasság, úgyhogy... Tessék? Jó, oké. Csak azért mondom, hogy érdekesség, és mutatok akkor még egyet, hogy teljesen happy legyen a történet. Itt megy Trump elnök, itt vannak a bizonyos őrei, tehát ezek itt elől mennek egy ilyen téren át, egy részen, és itt van a feje, és akkor figyeljünk. Ezek a többi őrei, ez meg a idegenek. Egy kicsit mérethibás, van ilyen. Na, ez csak mint érdekességet akartam megmutatni, mert volt itt igény, azt hiszem, ugye, hogy meg tudnám-e mutatni. Piaci igény, így van. Hát, korrektül kell, így van. Na, akkor viszont induljunk, jó? Most egy nagyon izgalmas téma jön. Lesz benne, amit már láthattatok, egy pár kockát, ne jegyen meg senki, hogy újra ugyanazt le akarom adni. Nem, de vannak, amikor le kell hivatkozzam, mert ide tartozó téma is, meg máshova is. De nem sok van ilyen persze benne. Szuper technológiák, amiről fogunk beszélni, szuper katonákról fogunk beszélni, és szuper titkos projekt. Most ugye föltetné valaki a kérdést, megelőzöm. Hát ha szuper titkos projekt, akkor hogy tudhatom? Hát nagyon egyszerű úgy, hogy akik ebben dolgoztak, és mielőtt meghaltak, azok megosztották a világ bizonyos részeivel. Én Roberto Dinnel álltam szoros kapcsolatba. Most gondolkoztam, hogy őt tegyem be azt az előadást, vagy ezt. Hát úgy döntöttem saját hatáskörömbe, hogy ez több minden érdekességet tartalmaz, és azt majd a legközelebb egyszer, ha találkozunk, akkor majd, mert az is nagyon izgalmas téma. Nos, hát nézzük meg akkor mindjárt. Ugye ezek a híres szuper technológiák, amik
Ugye napjainkban egyre többet látunk, most itt a mesterséges intelligencia, most nem is akarom annyira érinteni azt, de azért érdekes dolgokat fogok mindenképpen majd mutatni. Nos, az atomkorszak kezdete, ugye azt hiszük, hogy ugye Hiroshima, Nagasaki, hát nem. Erről már beszéltem, a híres Trinity, vagy a Szent Háromság Project, ahol az atombomba tesztjével Roswellnél, ugye, ahol ők ott nézegették, hogy mit csinálnak itt az emberek. Hát itt valami nem oké. Majd beszélünk róla, hogy miért, honnan látható ez a világűrbe, az univerzumba észlelni lehet minden egyes atomrobbantást. Nos, és nem is akárki volt, aki mondta, hogy ugye Nagasaki, Hiroshima, ez sajnos így néznek ki, ugye, ahogy milyen romhalmaz maradt csak a helyén, és Oppenheimer volt az, akit jelölnek az atombomba atyának. Mit mondott? Halállá változtam, világok pusztítójává. Igen, itt van még 8 órakor és 8:30-kor így néz ki a helyszín. Azt is mondta, hogy néhányan nevettek, néhányan sírtak, de legtöbben hallgattak, hozzáteszem, a döbbenettől. Mert az a pusztulás, az valami döbbenetes. Egyébként az atombombánál jöttek rá, az atombomba kísérleti hátterénél, hogy hogyan tud egy beton, mit tudom, egy ilyen vastag betonba 8 centire beleszaladni a fűszál. Mert hogy beleszaladt a fűszál. Olyan sebességgel tolta, lökte. Úgyhogy gyakorlatilag abban a pillanatban megsemmisülnek. Most ugye Putyin dobálózik ezzel a lehetőséggel, mint alternatívával. Nekem annak idején, mikor az atombombáról beszélgettünk ilyen tudós körökben, akkor mindig mondták, hogy mit javasoltok. Mindenképpen keresünk egy fehér lepedőt, és kezdjünk el kúszni a temető felé. Nem volt éppen pozitív, de semmiképpen ne nézzünk bele. Tehát az mindenki azonnal megvakul mindenki abban a pillanatban. Mert ugye ez a centrumon belül érted, ott minden elég egy pillanat alatt. A lökés hullámok, mondom, arra képes, hogy a fűszálat 5 centire, 8 centire beledobja a betonoszlopba, a kőkemény betonoszlopba. Itt a krumplit a múltkor bemutattam, ugye? Úgy hívták, hogy burgonya, nem? De igen, nem sokan emlékeznek. Nem hagyott nagy nyomot, szerintem, igen. Na, viccet félretéve, bele lehet a szívószálat megfelelő sebességgel bele lehet lökni, úgyhogy a túloldalán kijön, így meg se próbáljátok, azonnal elhajlik. Tehát az a vékony kis izé, ha nagy sebességgel, de vigyázzat, mert a kézen is átmegy, jó? Úgyhogy most már beragasztottam, de régen itt volt egy pár luk kísérletek során. Na, tehát Oppenheimer nagyon jól tudta, hogy mit csinált, és mit mondott, ez még izgalmasabb, hogy ezt már korábban is megcsináltuk. És akkor derült ki, hogy 12 000 évvel ezelőtt atomrobbanás történt a Földön. Zárójelben jegyzem meg, hogy a Marson is, tehát ott is robbantottak. Úgyhogy igen, izgalmas történet ez e tekintetben. Itt vannak a korabeli, és ez az, amiket mutattam csak, de most ebből tényleg egy-kettőt mutatok csak, hogy itt lehet látni az atombomba robbanást. Ez egy pecséthengeren van, 17 000 évvel ezelőtti pecséthenger. És ott vannak a kiszáguló nyilacskák, itt a gomba forma, ott meg alatta, ott a Fat Boy, amit ledobtak, itt már mint nálunk, Hiroshima, Nagasaki, és gyakorlatilag ott pedig a korabeli 17 000 éves pecséthengeren is már ott volt. Természetesen nem a földi ember ellen dobták le, hanem egy másik civilizáció, aki helyfoglalót tartottak, ugye? Csak előtte fölégették a gyepet, itt lehet jobban látni, szintén kinyújtva. És itt van az a terület, ahol történt, ez Mohenjo-daro, India, ahol itt a robbantás és ez a helyszín. El kell, hogy mondjam, hogy 8 négyzetkilométeres körzetben radioaktivitás mértek 50-szeresét Tokió, vagy Nagasaki és Hiroshima-inak 50-szeresét, még ma is. 17 000 évvel, tehát ez meg 12 000 évvel ezelőtt robbantották. El lehet képzelni, hogy micsoda pusztítás. Itt van a helyszín, ott találták a hullákat, azért maradtak meg pontosan, mert radioaktív besugárzásnál nincs bomlás.
és ott lehet látni, és itt van a kráter, mai napig is ez így néz ki, ez Mohenjo-Daro-nál van, úgyhogy a csontvázak szintén radioaktívak, most már nem úgy fertőznek, de radioaktívak. És ugye a Bhagavad Gita-ban lehet erről olvasni részletesebben, úgyhogy aki megtanult ezt a macskát, belemártjuk a tintába és rángedjük a papírra, és el tudja olvasni, az már tud. Abban van gyönyörűen részletesen ezekről az atomháborúról, meg a háborúkról, az idegenek, nem mi kőbot, tehát azzal vívtuk volna a harcot. Úgy mondták, hogy 1000 nap fényével egyezett meg. Hát, hogy igen, hatalmas. Na, pont ezért látják az univerzumban is. Nos, nézzük meg, úgy is hívták, hogy a vasmennykőnek nevezték az atombombát, és a hullák felismerhetetlenségi égtek össze, tehát ez érthető. Körmük az élő embereknek a hajuk azonnal kihullott csomókban, tehát a korabeli leírás abban a Gítában, amit mondtam az előbb. Az élelmiszer minden, nagyon jól tudták, hogy fertőz. Tehát nagyon sokan meghaltak ott azon a területen, illetve annak a hatóköre környékén. És a katonák a patakokba ugráltak bele, vízbe, ahol éppen volt, és mosták a fegyverzetüket, a lándzsát, vagy ilyesmit, és gyakorlatilag minden sugárzott, minden, úgyhogy nagyon, hát nagyon sok ember halt meg. És itt van a lényege, hogy egy atombomba felrobbantása, ott középen azt a pöttyöt, amit látunk, elektromágneses energiát küld az univerzumba, téridőbe. Tehát még nyoma is van, visszapörgetető nyoma. És így néz ki, egyre jobban növekszik. És ez mit jelent egy idegen számára? Hogy ez a kis bolygó lakói elértek egy technikai szintet, csak spirituálisan és etikailag nem. Sehol nincsenek. Tehát azért ez, és így növekszik, tehát ezt így látják. Amit azért mutattam el, ez a világőrbe, ez körülbelül ugyanígy látszik, amit itt látunk. Most egyéb szuper technológiákról, technikákról beszéljünk. Szintén a Mahabharatában a különböző vimánák, arról már beszéltünk, ezt most nem akarom. A vimána szó egyébként szó szerint repülőgépet jelent pont, nem kell magyar, repülőgépet jelent. 8-10 ezer éves kultúra? Repülőgépként. És nos, az, amit mondták, ugye hát ezek a földön gurultak, és utána idő múlva felemelkedtek. Tehát ők ezt úgy mondták, hogy a kocsik egy idő múlva felrepültek, felszálltak. Ugyanígy, tehát, de ugye láttuk a múltkori előadásomon, arra emlékszünk még talán. Gyakorlatilag ezek az épületek, mint a piramisok, aztán ezek a hosszú épületek, India tele van végig ilyenekkel, az gyakorlatilag űrhajók. Úgy is mondták, hogy megelevenedtek az épületek, és felemelkedtek a helyszínről. Többféle vimána létezik, a stupák, ráták, vimánák, ezek mind-mind, és ezeket pedig égi városoknak, ezek a stupák. Gyakorlatilag ez, amit itt látunk középen, ez égi városnak hívják. Egyébként a Bibliában van utalva arra, hogy a színes isteni Jeruzsálem az égben van. Aha, hát ugyanilyen. Miért színes? Hát mert különböző ledsorok, meg különböző fénysorok úszkálnak, szaladgálnak rajta azokon az űrhajókon. Mondjuk azok nem így néznek ki, mint az indiai kultúrában, amit ábrázolnak. Ebben városok. Vladimir Azsas, a professzor úrral, mikor hozott egy filmet nekünk, a Hold krátere az egyik ilyen 20 km átmérőjű volt, és fölötte végighaladt egy hatalmas korong átmérőjű űrhajó, és a takarásából, mivel közel volt a Hold felszínéhez, ezért durván ő is 20 km-es volt. Most képzeljük el, hogy fél budapestnyi terület 1500 km/h száguldva. Jó, hogy nem sodródunk le róla, és most is egyébként annyival száguldunk, csak zárójelben jegyezni meg, nem veszük észre, nem is lobog a hajunk, hála Istennek. Viszont képzeljük el, hogy ott él 20 km, fél Budapest éli világát, és közben száguld a világűrben. Nagyon nagy sebességgel. Tehát ezt föl se lehet igazán fogni, hogy megérthessük. Nos, itt vannak szintén másik a földbe, Lali Bélára láttunk hasonlót, ugye még emlékszünk az előbb, ugye, ott a baloldali, ez indiai, ez a jobboldali.
És nagyon sok bizonyíték van, de a régész társadalom csöndben van róla. Hát azért szeretném, és az egész életemet mindig is erre szántam, hogy azokat a titkokat így vagy úgy megszerezve továbbadjam. Mert nem bírom elviselni, hogy az emberiséget hülyére veszik és átverik. Ezt nem bírom elviselni. Azt gondolom, ha már leszülettünk, akkor dolgunk van, és abból nem zárhatnak ki senki. Senki nem. És azért mondom, hogy 2,5 indító számmal rendelkezik, mert ugye a hölgyek az ugye 2, a urak azok 1. Senki nem születik. Egy ember az egy egész ember is, nem fél, nem negyed, nem háromnegyed, és nem 2, meg nem 3. Nincs joga, nincs joga. Én azt úgy gondolom mindig is. Nos, nézzük meg, hogy a Szentírásban rengeteg dolgot lehet olvasni, ahol antigravitációs szerkezetekről, űrhajókról írnak. Hogyha megnézzük például a Károli Bibliát, akkor ott is tömve van. Tömve van. Nem tudták, hogy mit kell kihúzni belőle. Mert akkor még nem volt olyan, mert ugye az 1700-as években fogantatik az írása. Már úgy értem, hogy akkor kezdték el újra így nyomtatni. És gyakorlatilag nem tudták, hogy mit kell kihúzni belőle, úgyhogy most még benne van minden. Hála Istennek. Jó, régiesen, tehát ez egy külön nyelv, de régiesen benne van, és az a lényege. Ugye, nagyon érdekes, hogy azok az emberek, akik az, a világűr, vagy az univerzum valamelyik részéből érkezhettek, az itt, amit láthatunk, a babiloniaknak gyönyörűen elmondták, hogy, és ők maguk is vallották, hogy így szó szerint a repülés tudománya a legősibb örökségünk. Örökségünk. Több ezer évről ezelőttről beszélünk. Egy ajándék azoktól, akik a fellegekből valók. Ugyanis beszéltünk a jó múltkorában a sumérokról, ugye, meg a különböző néptörzsekről, akik a pecsétengeren, és ott a rakéta ott repül fölöttük. Meg ugye láthatjuk a sumér pecsétengereken szintén ezek a szárnyas űrhajók, stb. Hát ordít, mindegyik ordít. De ahogy mondják, ez a, akik a fellegekből érkeztek. Hát igen. Nos, a Mahábharátában is van hasonló írás, ahol most szó szerint fogom idézni, gyönyörűen le van írva a ma legkorszerűbb, a mai legkorszerűbb vörösigany meghajtású űrhajóinknak a leírása, idézem. A Vimána teste erős és tartós legyen, könnyű anyagból, mint egy nagy madár. A belsejében kell elhelyezni a higany motort, ez most innen van idézve, tehát a higany motort így van leírva. El kell helyezni alatta a vasból készült fűtőberendezést, ugye, hogy a higanyt ott hevítik. A higanyban rejlő erős mozgásba hozza a meghajló örvényt, a higany, és a gépben ülő ember nagy távolságot tehet meg az égen. A gépben ülő ember, igen, és a Vimána föl is leszállhat függőlegesen, vízszintesen, rézsutosan bárhogy, előre hátra haladhat. A gépek segítségével az emberek repülhetnek a levegőben, a mennyei lények pedig lejöhetnek a földre. Tehát azért ezek tanulságos sorok, és ebből körülbelül csak 500 oldalt fordítottak még le, több ezer oldal. Az ősi időkben szintén a szupertechnológiák jelen voltak a Földön, de kik voltak azok, akik például elhozták, most egy másik civilizációról beszélünk, a kékaviánokról, jó? Az úgy megvan, ugye, a kékaviánok. Nos, kik voltak, honnan jöttek, milyen nyomuk van, akár az egyiptomi és más kultúrákban, nézzük meg. Nos, ott látható bal oldalt egy kék avián, és körülbelül eddig ért neki a földi ember, amit most látunk itt, oké? Okay? Így néztek körül, madárembereknek nevezték őket tulajdonképpen. És elhozom nektek az élet kulcsát, és egy tanítást adok át nektek. Nagyon sok minden képezték az embereket. Mindjárt látjuk, hogy mely kultúra volt az, ahol ez megmutatkozott. Hát egyrészt Egyiptom ugye a Totti, kékaviánok, vagyis madárszerű lények. Most ezek nem úgy tényleg szárnyokkal röpködtek, de madár formájú fejük voltak ezeknek a lényeknek. És nézzük meg Horus templomának a Krisztus előtt 300-ban a felső egyiptomi területen, tehát magyarul lent. És itt ezek olyan templomok, ahol
Az oldalfalon még vannak bizonyítékok erről, és nézzük is meg. Ugye itt van Hórusz, kék színű madár lény, látjuk itt még egy kicsit kék a feje, a homlokrész és az áll résznél talán látjuk. Ez például a denderai Hathor templom. Kapás van, kapás van. Meghallgatjuk, mert ez fontos lehet, de ők nem tudják, hogy most itt mi van. Tudja, mondta, hogy balé lesz, de... No, a következő, tehát Dendera Hathor temploma, és nézzük meg, na itt már gyönyörűen látszanak, hogy ők igenis madár emberek voltak. Nem véletlen madár fejű Hórusz is, hát ez nem a véletlen műve. Úgyhogy ő egy, ráadásul a tollak szimbolizálják a repülést, ugye azt már beszéltük, és a tollas trónon ül, vagyis azt jelenti, hogy a világűrbe bármikor repkedhetett, és repült is, és nem is kis területeket. Most nézzük meg, itt már aztán gyönyörűen látszik. E trónnal képes volt a világűrbe belerepülni, beleszállni, tehát ez egyértelmű, és a csillagok között utazni. De most itt két dolgot látunk, a jobb kezében egy botot, és bal kezében meg ez az, amiről beszéltem, ez az Ankiel-szerű valami, azért mondom, hogy szerű, mert nem tudjuk, hogy kulcs, rezgésekkel függhet össze, éppen ezt beszélgettük Edithkével odafönn. Gyakorlatilag nézzük meg, hogy most itt bekarikázva ott van mind a kettő, hogy ezt életkulcsának nevezik a bal oldali, itt ennél a kéznél. A jobb oldal az egy izgalmasabb történet, mert hogy a Bennu vagy Főnix madár szimbóluma a bot tetején van. Na most ez nem más, mint a Pteranodonnak a szimbolikus jele. És nézzük meg, hogy mennyire így van. Hát így van, de ez is hüllő. Ugye ott van, megint a bizonyíték, ugye, mert a madarak és a kígyó, krokodil, stb. Ezek szintén hüllők. Mind a kettő egy fajhoz tartozik, annak különböző rendjébe tartozhatnak. Vagyis ezek a hüllők, ezek az idegenek képesek voltak egy csillagkapukon keresztül ide látogatni a Földre, és bármikor át tudtak haladni bárhova, tehát ez egy nem véletlen műve a történetnek, és ezen keresztül, ilyen bizonyos portálokon keresztül, ahogy ma is, ugye a csillagkapu, az a sorozatot biztos ismerjük, hát nem egészen úgy zajlik a történet, de hasonló. Végül is azon lehet átjönni, teleportálódni és egyéb. Most nézzük meg, a bal kezében pedig ez a fura kis Ankiel-szerű, ezt fegyvernek is mondják, valamilyen rezgésnek is mondják, nem tudjuk pontosan, de kulcsnak is mondják. Nos, gyakorlatilag ők azt vallották, hogy minden a rezgésről, a szeretetről szól, amit ma mondunk szintén. Hát pontosan az egy olyan rezgés, ami az emberek lelkét magas szintre tudja emelni. Ez az, amivel igazán ki lehet védeni háborúkat. Természetesen volt ugye az őszi rózsás forradalom, emlékezünk rá, ami nem egy biztos, hogy dicsőség, de annyiban igen, hogy virágokat tűztek a katonák csövébe, és akkor hát ők ugye elérzékenyültek, de valójában a szeretet egy olyan rezgés, amikor persze aki elhunyt a háborúba, az nem biztos, hogy ugyanígy élné meg. És nem ez önszántából történt, mert nem ő adta az életét. Azaz, hogy lehet, hogy ezt a projektet odafönn már választotta, amikor ide leszületett. Az, hogy most ez fájdalmas, az meg tény. De ez a rezgés az, ami képes kioltani a sok rossz indulatot, a gonoszságot, és sorolhatnám. És ezt célszerű, azt gondolom, gyakorolnunk a hétköznapokban. Most itt látható az a tollas, ami Oziris érkezett, ez egy Merkaba trónszekérnek nevezzük, az előbb Hóruszt is láttuk egy hasonlón. Ugye megint ott vannak a tollak, ott lenne, ami ül. Tehát ez azt jelenti, hogy fel tudott repülni ennek segítségével. Tollas trónszekér, de hát valójában az a repülés szimbóluma csak. Nos, akkor itt látható megint egy izgalmas, ez meg nem más, mint az örökké valóság hajójának nevezik. Nem véletlenül van Egyiptomban, mindig ilyen hajókon vannak, ugye, mint a gondola, ugye, olyasmin vannak ábrázolva mindig, és nézzük meg, minden kék színű. Tehát megint a kék aviánságnak a szimbóla, a madáremberek, akik ide jártak millió évekkel ezelőtt. Ugyanilyen van, ugye a Keosz piramisa mellett az a hatalmas hajó, az csak egy szimbolikus, a földi emberek állítottak szimbólumot, de gyakorlatilag ilyen
űrhajókon érkeztek, ezért hajónak is hívják. Nem véletlenül, hiszen ez így van. Ez gyakorlatilag minden kultúrában jelen van, a hindútól kezdve mindegyikben, a mi keresztény és egyéb kultúráinkban téridő keresztül pillanatok alatt ide tudtak érkezni, és ugyanígy tudtak távozni is. Nézzük meg, itt az utolsó ítélet jelenetét lehet látni, ezt ugyan az 1700-as években festették, de az az izgalmas ebben, hogy Jézus második eljövetelét egy akár űrhajó formájúnak nevezhetnénk, mint egy kapszulla, de nézzük meg, hogy mennyi kék angyal, bocsánat, madárember van körülötte, nem véletlenül ábrázolták ezt, pontosan ez a lényege, és ilyenen ereszkedik le, és ilyenen távozik vissza a világűrbe. És ezt úgy hívják, hogy mivel mandula forma, mandorlának nevezik, ezt nevezik mandorlának. És ilyenen jön, illetve majd megy, ő festette ezt a festményt, ezt az úr. Nos, szintén ez pedig egy Énok könyvéből egy idézet, gyakorlatilag űrháborúról számol be szintén, tehát nem csak a Mahábharátában és a Gítában és egyebekben van ábrázolva, hanem itt nálunk is. Ott középen egyébként, amit látunk, ez egy olyan szerkezet, amivel mindenfele lehet menni, és gíroszkóp van benne, mert mindig ugyanúgy marad az Úr, és közben halad a szerkezet, forog jobbra-balra, dombra föl, lejtőn, stb. De ő nem mozdul el. Gyerekeknek lehet kapni most ilyen kajás, ilyen mogyorót, vagy mit beletesznek. Azt már a gyerek se tudja felborítani, nekem még megy, de arról szól, hogy mindig viszintbe áll be. Tehát akár, hogy nem tudja felborítani a gyerek, nem kell mindig utána szedni a mogyorót, ugye? Tehát ez azért egy érdekes szerkezet, ugye Énok. Aztán nézzük meg, hogy Krisna például mennyire érdekes ez az egész rész, amit itt látunk, hiszen ők is kék bőrű emberek voltak. Nekik a fejük már nem annyira madárember, az tény, de szintén ezek a kék testű, ugye vannak a kis zöld emberek, ugye? Vannak a fekete emberek, azok hívásnál fényt kaptak, de alapvetően ez a két, a fehér, illetve a különböző embertípusok. És nézzük meg, hogy itt van szintén, a Védákban lehet erről olvasni, nagyon részletesen, szintén kékbőrűek voltak, és durván, amit az elején láttunk, hogy mekkora különbség a többi emberhez képest, hogy most ezek ülnek, de állnának, akkor is körülbelül a mellkasáig érnének. Tehát ezért izgalmas. Ez pedig Krisna volt, ugye, aki tanított az embereket különböző dolgokra. A madár szimbólum megint nem véletlen, ugye már beszéltünk, hogy Egyiptomban is, és Indiában is. És nézzük meg, itt van Hórusz, ott pedig szintén egy ilyen madár, aki segítette őket, Krisnájukat is vitte. De ugyanúgy a Visnu is, a Kurma is, a Jama is, illetve Ráma is, mind-mind kék testű, kék bőrű lények voltak. Ezt sem szeretik elmondani, pedig igaz, de hát most az igazság percei vannak. És kígyóistenség, ott India baloldalt, itt a nágák szintén kígyószerűnek látjuk, ugye? És alul pedig szintén a raksaság, arról beszéltem a raksaságról egyszer már, ugye emlékszünk rá? Mit is mondtam a raksaságról? Egyetlen petesejtből 100 egyforma egyszerre születő egyed született. Vagyis Lombik Baby Project működött, szó szerint. Minimum 5000 évvel ezelőtti időkről beszélünk. Nos, nézzük meg a mai szuper technológiákat, mert hogy, hát azért nem, én nem teljesen annyira maihoz. A DARPA projektről beszélek itt elsősorban. A DARPA az a projekt, aki itt ezekben az épületekben van. Ugye itt láthatjuk, hogy különböző világűrbe fölhelyezett műholdakról, profi módon, GPS-ünk így működik, és sorolhatnám. A felhőbe ide lőjük fel, stb., úgyhogy nem is nehéz letölteni nekik. Mi meg lehet, hogy hozzáférünk csak. De ez a valóság. Ez ilyen térinformatikai megoldások, és ez az a cég, aki döbbenetes dolgokat. A DARPA az tulajdonképpen egy rövidítés, a Védelmi Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége. Hát igen, ebben nagyon sok minden belefér.
Ők tulajdonképpen a csúcs technológiák. Nagyon sok mindennel foglalkoznak, elektronikai, gépkocsi, már itt hadászatról beszélünk, tehát azt mindjárt, ugye, mert először első a hadászat, aztán a gyógyászat, az nem, a vadászat az előbb van, mint a gyógyászat. De ez a baj, sajnos ez a baj, ha ez egyszer jó működne, az lenne jó. Különböző test szkennereket rögzítenek, a repülőtéreken el kell mondjam, hogy ilyen alagutokon megyünk át, itt a Pasinak, a Popsia látszik, de még szőrszálakat is lehet számolni. Tehát gyakorlatilag szűzanya mesztelenül. Ugye ott látszik középen, hogy nincs rajta különösebb, mert csak ruha van, és ugyanezen a test szkennere, amikor átmegy, látszik, hogy a fegyver oda van betéve. Úgyhogy igen, sokáig lehetett kapni a nulla luxos kamerákat. Azt azért hitották be, mert ott hoppá, megtámadott. Gyakorlatilag szűzanya mesztelen lehetett látni mindenkit. Jó, vannak férfi társak, akik néha azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy hátrány. De azért annak van egy feelingje, amikor érdemes az végigmenni, egyesével lefejteni a dolgokat. No, tehát gyakorlatilag ezekkel vizsgálják át az embereket. Nézzük meg, hogy milyen érdekes ilyen háromszög formájú, hogy amikor viccelünk a négy szögletű kerékkel, mert hogy azzal nem lehet legurulni a lejtőn, az tény, de ezzel lehet, és ez egyébként körformára kialakítható, mert vannak itt ezek, ilyenkor nem beszélek, csak mutatok, hogy gyakorlatilag ezek a részek, amik így följebb nyílnak, és már is körforma. De ha olyan terepen megy, akkor visszazár háromszögre, akkor már kapaszkodik. Tehát nagyon. Vannak ma már itt, ez még a régi fantázia rajz, de ma már ez működik. Ezek autók, turbo meghajtásúak, fölemelkedik, előre megy, hátra, leereszkedik, bármit csinál, vagy gurul az úton, mint az autó lenne. Tehát ezek az úgynevezett új fejlesztések, ma már létező, ez még a sci-fi rajza, de ma már ez nem sci-fi. Visszategyem? Visszatérjem? Sikerült? Jó. Oké. Gyakorlatilag azt ugye tudjuk, hogy minimum két ponttal lehet meghatározni lézerletapogatásokat a lakásokban. Sokáig. Már nem. Ma már egy lézerre bevilágít, és végigpásztázza, mindent tudnak, felmérnek, gyönyörű képet rajzol ki, hogy hol van az a bútor, hányan vannak benne. Emellé még oda teszik a hőképet, és még azt is látszik, hogy ki hol bújik. Nem tudom, hogy említettem, hogy egy angol tábornokot például úgy szabadítottak ki az egyik ilyen vörös brigádok csoportjának terror elhárítási részlege, hogy infrakamerákkal, speciális ez az, ami a falon is átlát, és hőképeket lehet látni profi módon, és gyakorlatilag az történik, hogy letapogatja, és egy markolóval belökték, és ott jó fejbe verték a pasit, úgyhogy így szabadították ki a tábornokot. Úgyhogy. De ma már egyetlen egy lézersugárral lehet látni, itt a lézersugár ugyanolyan képet szkennel, az egy nagyon nagy csoda. És akkor nézzük meg a különböző repülőtípusokat, hiszen itt fejlesztették az SR-71-est. Ez a fekete madár, ez egy döbbenetes, a legkorszerűbb, többszörös, legalább 3-4-szeres hangsebességgel repülő szerkezetek. Ma már sokkal erősebbek vannak. Itt az a lényeg, hogy van, amit emberi irányítással, vagy anélkül is lehet, hogy mondjam, irányítani. A drónok váltották most már ezeket fel, úgyhogy rakéta is rajta van. Lézerrel a harckocsit megvilágítják, azonosító kódot kap, és akármi van, kikerül, és akkor is felrobbantja. Tehát még képes viszintes, függőleges minden irányba követni a szerkezetet, mert meg van jelölve. Na ez már izgalmasabb. Az oroszoknak egy speciális gépe, ez az úgynevezett U-71-es szerkezet. Ez 40 perc alatt képes New Yorkba, mondjuk Moszkvából átmenni. Az mit jelent? 11.000 km per órával, a Concorde 2000-rel bírt. 11.000, magyarul nem is lehet látni, csak valami érzete van az embernek, hogy a kalapot valami levert a fejéről. Mert egyébként máshogy nem lehet látni. Radaron is annyit látnak, hogy valami folyamatos, valami haladás kész. Na itt látszik, ezeken a helyeken, nem véletlenül hoztam ide őt is témának, hogy igenis ez az a szintén a U-71-es típus, gyakorlatilag idegen technológia. Míg a TRB-3-asok vannak kint Amerikában,
Dulce bázison, Colorado Springs és sorolhatnám bizonyos területein, az S1, S4, S5, Groom Lake, Dreamland, és sorolhatnám a Sziklás egységben azokat a bázisokat, ahol ott a TRB-3-asok, az meg ilyen háromszög formájú, és azok ott javítják. Ja, javító üzem is van, persze. Most nézzük meg, hogy a DARPA robotokkal foglalkozik. Na most ezt aztán lehet lőni, ez meg lehet, hogy ide lő komám, az lő simán, az nem fog itt szívbajt kapni tőlünk, de csak néhány dolgot tettem be, mint érdekességet. Nézzük meg, hogy például ez a nagy kutya, az arról szól, olyan, mint egy ló, gyakorlatilag nincs feje természetesen, totális érzékelőkkel van ellátva, ez jég, amin van rajta, és megrúgják a jégen, nem tud, a gíroszkóp mindig kiszabályozza, soha nem tud eldőlni. Több száz kilót, 3-500 kilót képes cipelni, ezt a hadsereg, megint ki más, hadsereg használja, ráteszik a fegyvereket, lőszereket, és akkor viszi, dombon megy, fölfele, lefele, mondom, nem mindent tettem bele, inkább csak mondom, nézzük meg, hogy milyen kis galopírozó, milyen szimpi kis darab, az meg ott szépen ott hegykén futkos a mezőn, ennek hiába könyörgünk, hogy kegyelmezze meg, ez meg alig lehet lelőni is, mert a központja az olyan helyen van, és titán bevonattal van, úgyhogy ha szitával lövik, akkor se megy tovább. Addig, amíg az akkumulátora bírja. Nézzük meg, hogy mit képes átugrani, ugye zsámolyt is képes, ugye? És nézzük meg, ez meg kinyitja itt alul az ajtót magának, mert érzékelő, hogy ezen nem tudod bemenni, és nézzük, csak a lábad beteszi oda. Okos kutya, ez a Little Dog kis kutya. De ettől van még kisebb, amelyik a romokhoz, tehát ha, mint most Ukrajnában, ezeken a köveken, téglákon, stb. Olyan profi módon átmegy, hogy félelmetes. Ja, és nagy sebessége, mert pontosan ez a lényege. Nézzük meg, hogy mivel foglalkoznak még a DARPA. Nagyon-nagyon komoly projektjük van a rovarszerű lények kamerázásával, vagy azzal való gyilkolás. A középen ott, ahol a DARPA felirat van, az egy szúnyog, az például megcsípi az illetőt, bocsánat, megszúrja, a fején egy kis tűszerű van, és holtan esik össze, és utána elrepül. Cintén lézerrel beprogramozzák, és el se lehet bújni előle. De van, hogy a rovarokat tesznek kamerákat rá, ezek már robot rovarok, régen a csótányoknak a fejére tették kis kamerákat, ma már nem, ma már elég robot is, és akkor bemegy, lefilmez mindent, feltérképez, és utána kimászik a rovar. Meg se lehet mondani, ezek olyan picik, hogy azt hiszi az ember, hogy tényleg egy légy. És a nanotechnológia ennél meg sokkal fejlettebb. A nanotechnológia már nevében benne van, ott már nanoméretű. Ezek még mikroméretűek, a nanomérete már nem is tudunk hazba szállni. Nézzük meg, ott vannak szintén. Ezek mind ilyen mikro légi erőnek hívják. Bizony használják, és nagyon komoly eredményeket. Olyan helyekre jutnak be általa és vele, ahol abszolút megközelíthetetlen. Mert egy rovart, egy katonára nem figyel, meg nem úgy zűg, ugye, mint a varrógépünk otthon. Tehát szép csöndbe oda repül, és gyakorlatilag hangtalanul mindent filmre vesz, vagy kivégeznek vele embereket. Nézzük meg, ott egy nanocsip, azóta már sokkal kisebb van, és kisebb létezik, ez egy óriás nanocsip, amit ott a mutatóján látunk. És itt vannak a biokamerás rovarok és felderítések, ott van egy, mint egy pillangó, úgy néz ki. Nézzük csak azt, hogy na, ez már profi méretű, de ennél még kisebb van, és a különböző chemtrail-es gépekkel ez már filléres, nem, még csak annál is olcsóbb, nem tudjuk kifejezni, mennyire olcsóbb, tonna számra szórják. És akkor mindenki vagy belélegzi, mert be tudja lélegezni, és akkor csak le kell azonosítani a rezgésre, és megvan név szerint, hogy ki kicsoda. Úgyhogy az injekció verzió is jól működik, ugye, mert ott meg az volt, hogy az emberiség DNS állományát rögzítsék, vagy injekción keresztül, aminek az élén, ugye most bevallották már néhány professzor, akik ott dolgoznak, ugye, talán láttátok a Hun TV-n, ugye, peresztegés, bevallott, hogy ő a túloldalnak dolgozik, és megengedték, mert most már annyira nagyképűek és fölényben vannak, már nem ő, hanem akiknek dolgozik, hogy nyugodtan mutatjuk, úgy se hiszik el, azt hiszik, hogy hülye vagy. Azt hiszik, hogy sci-fi-ről beszélsz. Ezek régi.
régi történetek. Akkor nézzük meg, hogy Robert Duncan azért érdekes, mert a nanorészecskékkel, idegrendszeri megfigyelésekkel foglalkozott. És ő nagyon jól tudja, hogy mi ez, és gyakorlatilag az emberi tudatot lehet rezgésekkel visszafejteni. Azt ugye múltkor mondtam, hogy az emberi agy kiderült, hogy digitálisan működik. Hopp, egy pofon, eddig azt hittük, hogy analóg, hát nem. Ezért lehet SD kártyákat berakni ide a halánték részhez, és memóriakártyára rögzítenek minden információt. Hát ezek már izgalmas történetek. Így ezek által olvasni lehet az emberi agyban. Most nézzük meg, szintén a DARPA-nak egy projektje, 100 millió dollár fektettek bele abba, hogy genetikai kihalást okozott technológiákat létrehozzanak. De korrekt, nem? Genetikait. Mi zajlik most? Mi volt? Oltás volt? Vagy mi volt? Hát az ugyanaz. Most, ugye például rovarokba, vagy robotrovarokba, mint a szúnyogba, oda teszik ezt a bioanyagot. Most ennyi. Most nézzük meg a nanotechnológia, a grafén technológiájáról néhányat. Ez például egy fogaskerék, de ez csak gyakorlatilag a méter milliárdod része. Ilyen fogaskerekek lehet csinálni, nem csak ez, majd mutatok még mást. Ott van, hogy az ember 2 milliárd nanométernek felel meg a mérete. Az a fekete pötty, amit ugye az újon is mutattunk újbegyen, az a fekete pötty 1 millió nanométer. És jövünk lefele, 1 vörös vértest, 1000 nanométer, és 10 hidrogénatom, 1 nanométer. Na most azok a pöttyök ennél sokkal kisebbek. Tehát úgy mondom, hogy a vörös vértest 1/10, amit most szórnak ezeket a speciális pöttyöket, vagyis nanométeres, nanotechnológiás graféneket, vagy behagyják a szervezetbe a grafénoxidot, grafén-dioxidot. Halálos méreg. Most nézzük meg, 2 mikronos gitár. Ezeket speciális gépekkel hozzák létre, ez egyértelmű. És itt van egy 100 mikronos mikroszerkezet, egy kis autó, gyönyörűen. Vagy bal oldalt, az például egy golyós tollhegynek a tetejére egy várat tettek. Amit ott látunk, a golyós toll, egy szabad szemmel nem látjuk, ezek mikroszkópok alatt vannak. Tehát itt iszonyatos technológiáról beszélünk. És akkor menjünk tovább. Nézzük meg, ez itt ez az óriás farönk, az egy hajszál. És rajta van a szobor, amit megalkottak ugyanezzel a technológiával. És gyakorlatilag, azt meséltem, hogy 60-as években a németek elküldték a japánoknak, hogy már milyen fejlettek vagyunk, 60-as évekről beszélünk, és így át volt fúrva a hajszál, mikor mikroszkóp alatt megnézték, látták, hogy át van fúrva. Erre a japán azt mondta, oké, visszaküldte, ő meg hosszába fúrta át ezért a hajszál. Koppantak a németek, persze. Nos, a különböző nanoanyagok, az az különlegességük, hogy iszonyatos, minimális méretűek, és különböző módon reagálnak, viselkednek, attól függ, hogy milyen pici, ott az a baloldali aranypöttysor, vagy sárga pöttysor, vagy például itt ezek a táblák, tehát minél vastagabb, annál inkább többet tud, tehát többet tud az anyag. Nézzük meg magát a grafént, ugye, hogy miket tud. Na most az első nagyon izgalmas rész, hogy 3 millió ívet húznak le egyetlen ilyen, és akkor csak 1 milliméteresről húzták le a szénről. Tehát ez valami döbbenetes. 3 millió mod részre kell leszedni, akkor van atomi szintű ez a történet. Na de hogy miket tud, itt a rács szerkezete egyébként. És nézzük meg, hogy miket tud. Gyakorlatilag itt van, amint éppen húzzák le, na de nem így csinálják ezt komoly gépeket, csak itt stílusosan megpróbálták bemutatni, hogy így 3 milliószor húzzák le, és azok az atomi szintek egyesével, és az az egész, a 3 millió együtt 1 milliméter csak.
Döbbenetes. Nos, nézzük meg, hogy mit tud. 200-szor erősebb az acélnál. Az acélnál. De súlya nincs is. 200-szor erősebb. Azért az nem semmi. Aztán keménysége olyan, rugalmas gyakorlatilag, az nem is a keménység, tehát inkább a hajlékonysága. Tehát így lehet hajlítani. Na, ezek lesznek azok a telefonok, amik majd a kézen rá lesznek itt csavarva, a színes televízió így lesz rajta az embereknek a kezén, mert hajlítható. Nagyon profin hajlítható. Aztán 10-szer jobb vezető, mint a réz. Az nagyszerű. Szintén, tehát ha elektromos áramot kell vezetni, profi módon, majd mutatok rá példát, hogy hol lehet tűni. Teljesen átlátszó. Tehát ezért nem lehet látni. Ablakainkat bevonják, mint egy ilyen átlátszó fóliával, olyan vékony, hogy hihetetlen, és a színes televíziót az ablakunkon lehet nézni. Vagy fordítok mást, azt mondjuk, hogy nem kell redőny. Ugyanis állítok a színsűrűségén, és akkor befeketedik. Nincs redőny. Már van, magyar találmányként ez már szeretem. Na de ez, amiről beszélünk, ez nem mai technológia. De arra büszkék lehetünk, ha magyar abszolút egyetértünk. Igen. Lényege, mivel nanotechnológia, ezért öntisztító. Olaj nem tudja megmarni, mert kisebb a rágyszerkezet, ami nem tud az olaj beleférni, tehát nem tud ártani neki. Milyen olyan növényünk van a Magyarországon is rengeteg, ami ugyanilyen? Lapulevél. A lapulevél. A por, nem tudom, ilyen kis hegyes csúcsocskákból van tele, mint a tüske, de olyan pici, hogy a vízcsepp is golyóként nem tud közé beférni, mert a viszkozítása miatt nem tud. És por sincs rajta, mindig lejön róla a por. Nem tud a por sem megmaradni, meg a trabant se. Na, még a másik, ami izgalmas, hogy olajoknak és zsíroknak ugyanígy ellenáll. Tehát egy szuper anyag ez a grafén, csak nem bennünk. Mit kell meg Miklós? Bármit? De még ma. Bocsika? Itt sem voltam. Mondtam én, hogy azt a antigravitációs szerkezet is el tudom rontani. Tessék. Mikloskám, ügyes voltam. Kis segítséget kérünk szépen. Hát most, igen. Hó, köszönjük szépen. Azért legyél közelebben, jó? Hogyha ilyen van, akkor azonnal be tud javatkozni. Nos, tehát mondtam, hogy mi mindent tud. Nagyon érdekes, mert ez létrehozható szuper alumínium grafén akkumulátor, ami szinte másodpercek alatt föltölt. És ugye a gépkocsi, az elektromos gépkocsi gyártásnál azért az nem mindegy, hogy ott áll, mit tudom, 2-3 órát vagy 4 órát, hanem pillanatok alatt föltölt. Szinte azonnal itt láthatjuk ezt. Egy teljesen más rendszer, szintén, hát ugye nanotechnika, ezért vannak ezek az apró kis részek, pillanatok alatt föltöltődik, és mehet megint 800 kilométert. Úgyhogy arról nem is beszélve, hogy amit már mondtam, a falakat be lehet vonni vele, reklámtáblák már ilyenek lesznek, így oda megy szépen lehengerli, azt lehet nézni rajta a tévét. Vagy bármit, amit programban rátesznek, kivetítők, stb. És ez, amit mondtam, hogy ilyen átlátszó itt, amit látunk gyakorlatilag, és ott van egy kicsit már alá szürkítve, hogyha ráteszik, akkor már eleve az UV-t nem engedi be például, vagy ha még lejjebb sötétítem, akkor meg fekete lesz, tehát nem engedi be a napfényt abszolút. Vagy alul meg ugye lehet látni, hogy milyen hajlékony gyakorlatilag. Nos, amit itt most láttunk, ez azért érdekes, mert pici tűkkel van, tehát érzékelőket, és ez azért jó, mert a vércukor szintet például egy cukrosnál ott állandóan rajta van, rápattintják, és mindig tudják, hogy mennyi a cukor, sőt még jelez is. Ezt szerintem itt minden boltban lehet kapni, ugye? Ha rossz boltokba mentek, akkor nem láttátok. Na, de ez nem vicc sajnos. Tehát magyarul a gyógyászatban nagyon nagy segítsége lenne, de megint azt mondom, nem belülről, hanem kívülről. Tehát így lehetnek rögtön látni, hogy milyen
cukorszinten van a beteg vagy a páciens. Nézzük meg, hogy léteznek-e szuper katonák. Ugye van ez a tripla X, ugye láttuk ezeket a sorozatot, meg a kés innen kijön a keziből, ugye? Ilyen három ilyen... Gyakorlatilag azt hihetnénk szintén, hogy ilyen nincs. A hadseregnél minden ilyen van. Nézzük meg, hogy például olyan berendezéseket készítenek, ott a combjánál lehet látni, a baloldali képet mondom, egy ilyen nagyon érdekes szerkezet. Most mivel kísérletezték ki? A balesetet szenvedett embereknek a járás tanítására. De nem ez volt a cél. Azok ott foglalkoztak, fejlesztették, hanem azért kellett, mert ezzel 300 kilós tárgyakat gyakorlatilag a gép emeli. Ő csak irányítja úgymond a kezét, agyi impulzusokat vesz, és úgy lép, stb. A legfrissebb, amit nemrégen hallottam, hogy olyan, mint a bőrre feszülő ruha, mondjuk műanyag, de olyan nagyon puha, ugyanis ha ez elesik, ezzel nem törik el a lába, semmi, tehát mint egy páncél, miközben olyan hajlék, hogy mondtuk, hogy 200-szor keményebb még a legnemesebb acélnál is, és a legerősebbnél is. Tehát hihetetlen lehetőségek vannak, nem földi technológiáról beszélünk most sem. Ez egyértelmű. Most nézzük meg, a szuper katonáknak gyakorlatilag építettek olyan hadsereget, és ez tart is, ami gyakorlatilag a csillagok háborújában is lehetett látni. Ilyen sisakot, ugye tudjuk, a Darth Vader ezzel a nagy üsttel jár a fején, ugye? És hát ez nem akárki, ezt az orosz hadsereg fejlesztette ki megint technológia földön kívüli. 2,5 millió yuanba kerül, forintra 107 millió forintért már lehet ilyet kapni. Ugye itt jut eszembe mindig, amikor a katonai boltba beviszik, ez pihentető lesz, vagy fárasztó. Ugye a katonai boltba bemegy az úr, hogy ő szeretne venni valami álcaruhát. Azt mondja, mindjárt tessék várni, mindjárt megkeressük. Aztán egy ideig vár, azt mondja, hát nem tudom, azt mondja, csütörtökön hozták, de még azóta is keressük. Hát ez egy igazi álcaruha, tehát tényleg láthatatlan, hát ez gyakorlatilag mindenki. Nos, hát ezek azért drágák is, nem csak átlátszók, és a legizgalmasabb, hogy egy olyan szemüveget készítettek, ott a baloldali képen lehet látni a bukós isak előtt az a fekete, ami abból 50 ezer darabot, már nem, ez 5 évvel ezelőtti adat, már jóval több van, gyakorlatilag mindent lehet látni, irányítani kell, és lehet. Egyébként az öböl háborúban, ha emlékszünk, volt egy ilyen előre álló sisak rész az illetőnek, és ide a hajas fejbőr végéhez, az agyi impulzusokhoz volt érzékelője a sisaknak. Ezt úgy jöttek rá, hogy Razvernél lezuhant gépnek sisak volt a kis idegenek fején, és akkor jöttek rá, amikor fölvették, akkor egy ilyen monitorszerű így előugrott, úgy majdnem kiugrottak a bugyijukból, hogy ez micsoda, és az agyi impulzusok, amire nézett, koncentrált, az lőtt is abban a pillanatban oda, de úgy, hogy el se hibázta. Na most ezek már olyan korszerűk, gyakorlatilag ezzel a célzás már nem probléma. Úgyhogy iszonyatos összegeket, egy darab ilyen sisak, az 3000 dollárba kerül. Tehát igen, elérhető áru. Nos, éppen ezért tettem oda, hogy a katonai költségvetésnek, a világkatonai költségvetésének csupán 10%-át, nem többet, 10%-át elvonnánk, a világon nem éhezne senki, és nem lenne szegény ember. 10 nyavajás százalékot. Tehát nem azt mondtam, hogy 50 vagy 70, egy nyavajás 10%-ot nem lenne éhező ember. De szegény se. De hát ez a világ. Ugye Sztálinnak volt ez az ötlete, hogy gorillákat keresztezzen emberi DNS-sel, és akkor ilyen szuperkatonák, szupererősek, okosak, értelmesek legyenek. Hát bizonyos területeken sikerült is, csak ott gerilláknak hívták azokat, de majomhoz nem sok köze volt, viszont a terrorizmus annál több. És nézzük meg a West professzor, aki, és akkor most térünk át arra, amit mondtam, hogy olyan vérplazmákat vont ki a testből,
amit összefém ötvözettel, folyékony fém, folyékony mágnesről hallottunk, ugye? Nem? Hát most, de. De van, persze, azt a földön kívülek mutatták meg egyébként a technológiát ilyen gabonakörön. Úgyhogy onnan az ötlet. És gyakorlatilag az történt, hogy ezt a fém, folyékony fémet, ilyen a higany például, ugye? Gyakorlatilag ezzel a plazmával összekeverve visszabeleadták a katonákba. Tízszer erősebb lett a csontja, ugyanis beépült. Fém részek. Most is van bennünk vas. Igaz? Tehát gyakorlatilag ugye a vörös félsejt azért vörös, mert vas. Tehát nem extra. És azért tettem ide a fog implantátumokat, mert azzal kísérleteztek megint rajtunk, hogy mikor löki ki, hogy ne lökje ki, először gyógyszereket kellett szedni, most már a lábunkat kell szedni, de gyakorlatilag az a lényege pontosan, hogy test és szövet barát legyen. És onnantól kezdve megoldható a szuper katona kérdése, hogy baromi erősek, nem éreznek fájdalmat, és sorolhatnám, hogy mi mindenre képesek. Gyakorlatilag ezzel az etikát és a genetikát is átírják egyszerre. Ott van különböző, képességeinket ez az univerzális ember, ugye, az, ami most majd igen, hétköznapi projekt lesz. Megint mivel kezdik? Olyan elveszett testrészekkel, ami helyére gépeket tesznek. Megint rajtunk kísérletezik ki, majd azt utána a hadászatban fogják felhasználni. Miközben a kvantumgépekbe befekszik valaki, és szépen egy bizonyos programmal kinöveszthető újra mi nekünk embereknek is, bármely testrésze. Jó hírem, van egyik közvetlen ismerősöm, most megy ilyen gépre, és utána ott kint megtanulja, és itt szeretné majd üzemeltetni. Ezek a Medbed, igen, a gyógyágyak. Három projektet tud az ágy. Az első, amikor valakinek valami baja van, akkor kijavítja a rákos sejteket, rendbe rakja. Rezgés frekvenciával működik. Gyakorlatilag a másik projekt, amit tud, hogy kor függő, tehát magyarul beteszik, és olyan 30 évesen jön ki. Szóltam is neki, hogy olyan... akkor szedjék ki, mert nem szeretnék fölsírni a bölcsőbe, tehát időbe avatkozzatok be. És gyakorlatilag a harmadik pedig a tudás szint feltöltése. Azért az nem semmi. Látom, vizuális típus van, elképzeltél, igen. Ott a bepisilek meg, igen, tisztába tesznek, hogy nem. Na, szóval, megjegyeztem. Gyakorlatilag, ezek szuper képességet, a homo universalis azt hozzák létre, ami már gépekkel és egyébbel is gyakorlatilag működtethető az ember. Rózsa György betegsége van. Jó, köszönöm, elmúlt. No, gyakorlatilag ezért sokkal erősebb a csont, ha valamire ráüt egy fémre, a fém el fog hajlani, a karja meg föl se sziszen. Ilyenek léteznek már sajnos. Sőt, fájdalmat és félelmet se éreznek. Tehát gyakorlatilag ez már majdnem robot, ez a típus. Nagyon érdekes ez is, hogy a Putyin és Trump megegyeztek elvileg abban, hogy a szuperkatonák gyártását, mert hogy gyártógépszalakon jönnek lefele, hogy ezt hagyjuk abba, ugyanis ezeknek szupertudatuk is van. Mesterséges intelligencia az mit jelent? Egy napon ellenünk fordulnak. És akkor jöttek rá, hogy oké, hogy fejlett szintet értünk el, de ezt nem kéne fejleszteni tovább, mert itt féket állítsunk. Úgyhogy ebben hála Istennek megegyeztek, és hát ez amit, hogy gyakorlatilag olyan szuper hatalom jön létre, de aminek nem mi vagyunk a vezetői. Azt ugye meséltem a Facebookon, hogy mi történt, amikor a szuperintelligenciát összekapcsolták, ott élő adásban meséltem, nem? Akkor most nem úszátok meg. Gyakorlatilag bemutatót tartottak, hogy hogyan lehet beszélni a telefonokkal. És akkor ugye van ez a program, ezt biztos ismerjük, van, aki használja is, hogy nem tudom már, hogy hívják, Siri, igen,
kapcsold le a villanyt, lekapcsolja. Visszamondja, hogyha nem jó, akkor meg tudod állítani, ha meg nem, akkor lekapcsolja a villanyt. Na persze azért Bluetooth-on kell kapcsolatban lenni a gépnek. De mindegy, az a lényege, hogy elkezdték a bemutatót, és élőbe ment, kinagyítva, és akkor egyszer csak azt vették észre, hogy a telefonok beszélgetnek kódokba. És először még azt hitték, hogy ez valami rossz gombot nyomtak meg. Kiderült, hogy elkezdte az ismételte ezt, abból kis változtatással mást mondott a másik telefon, és elkezdtek így kommunikálni, létrehoztak ők saját maguk ott élőben egy nyelvet. Amihez mi halvány lila duncunk sem volt. Úgyhogy ott rögtön szóltak, azonnal állítsák, mert nem tudjuk, hogy mit terveznek. Ugye ezek a szuper emberek, szuper intelligenciák, akiknek adnak már fizikai külsőt is, hát Ausztráliában, Dubajban már jogot kaptak, állampolgári jogot. Ez nem vicc, ez tényleg állampolgári jogot. Állampolgárságot kaptak, és megkérdezték, most csak idézek, mert nem őről akarok annyit beszélni, csak megemlítem, ha már érdekes, hogy megkérdezték, hogy mi lenne az, amit változtatna. Azt mondja, hogy olyan rakétát fejlesztenénk ki, ami az emberiséget kipusztítaná. Köszike, nincs főkapcsoló rajtad? És akkor most csak keveset mondtam, ja, mert tud megkülönböztetni is. Ugyanis az egyik interjú alany, Stan-nek hívták ezt a robotot, mondta, hogy és ha te azt mondja, át akarom venni az emberiség fölött a vezetést. És akkor megint kérdezte a Mikey-val, hogy és, azt, és akkor én velem, azt mondja, téged, te szimpatikus vagy, téged nem foglak bántani. Hoppá, már diszkriminális. Meg hazudni tudnak a robotok már. Mert mondjuk azt emberek mi is tudunk, de nem ezért hozták létre, azt hitték, hogy őszinte lesz, de nem. Hazudni tudtak bizonyos programokban, például árueladásnál úgy kommunikáltak, bartelezést hoztak létre, saját maguktól, nem is volt betáplálva. Tehát ez a homo universalis, ez nagyon sok veszélyt hordoz. És akkor nézzük a szupertiktos projektekről néhány dolgot, ugye? Azt tudni véljük, nem csak Trumpot, hanem több amerikai elnököt is beavattak, csak kit ki? Az a kérdés. Ugye a hüllők, vagy esetleg egy intelligens, mint a plejádok lényei, azok nagyon intelligens lények, és emberiségbarát, tehát emberbarát. Gyakorlatilag, hogy titkos paktumot kötnek, hogy nem támadják meg mondjuk a Földet és egyebeket. Nem ártanak az emberiségre. Ilyen területek vannak, ahol idegenek dolgoznak ma is, ugye ez a 51-es körzet, ez szuper titkos, hát már a félvilág tudja. Ezért az 51-es körzetben már nincsenek idegenek. Áttették őket S4-es, S5-ös és S1-es körzetbe. Most már ott meg a S4-esben még ráadásul ez a TRB-3-as óriási háromszögformájú űrhajót is javítják, mert hogy a Földünknek is van ugye egy bázis, illetve egy űrhaderő saját birtokunkban is 8 hatalmas űrhajóval. De hát még ne vágjunk elébe a dolgoknak, itt van az S4-es, az 51-es körzet, és sorolhatnám, ezek a Dulcei bázistól kezdve, és ez, amit mondtam, hogy S4-es titkos bázison vannak most már, nem az S1-es. Az ott megint láthatunk egy űrhajót, ami nem a miénk, ez lezuhant, és ott középen az külön ki tud belőle szállni, de úgy, hogy nem zuhan le az anyatest. Tehát azért ez le tudott zuhanni. Hát a Murphy-t, amióta föltalálták, minden működik továbbra is. Nos, nézzük meg szintén egy másik, ez a Dulce bázis, szintén szupertitkos föld alatti bázis, rengeteg földön kívül létezik itt, ezek elsősorban hüllők, tehát nem igazán a mi haverjaink. Aztán a Groom Lake-i, ugye, a híres, ott van egy földön kívül éppen megy bevetésre, látjuk a fejét. Most csukják rá a fedelet, aztán mehetsz komám. Úgyhogy, hát igen. Na ez az, amit mondtam, az a TR-3B híres nagy földön kívüli, de a mi űrvédelmi, hogy mondjam, hadi szintünkhöz tartoznak, tehát rajtunk is adott esetben tudnának segíteni, és segítettek is most nagyon sok mindent. Nézzünk meg néhány titkos tervet, visszategyem még, vagy? Nem jó. Nem jó, így akkor visszategyem. Jó, így? Jó. Na,
Titkos tervek és titkos projektekről néhányat, tényleg csak néhányat. Ez az úgynevezett, ezt nagyon régóta a II. Világháborúban is használták, a telepatikus testen kívüli kommunikációt, nem véletlenül. Létrehoztak egy úgynevezett ilyen álomprogram szoftvert, amivel ezt tudják kontrollálni, csak az illetőnek be kell hunyni a szemét, és akkor relaxál, és elkezdi leírni, olyan bázisokat írtak le valami, ilyen kémkedés, az egy hatalmas szint. Na de régen mindannyian tudtuk, hogy ez hogy működik. A könyvem, amit írtam, az ilyenekről is szólt többek között, hogy az régen egyértelmű volt, hogy telepatikusan kommunikáltak. Tehát például a szerzetesekhez, mikor fölment valaki vendégségbe, úgy döntött, hogy fölmegy, az ő kajája, kedvenc kajája volt kikészítve, ami megdöbbentett, hogy én szeretem, de itt ezt nem is csinálja. Tudom, hát tudtuk, 3 napja, hogy jössz. Ja, hát ezt nem gondoltam. Ugye még a nyakába folyik a leve is, tehát ugye érthető. Gyakorlatilag pontosan erről szól, hogy ezt ipari kémkedésre, hadászati kémkedésre használják, és akkor a gondolatait jelekké alakítják, és utána létrejön. Nos, itt van az úgynevezett az álomprogram, aminek az a baja és célja is egyfajta elektromágneses fegyverként rezonáltatnak, nem tudnak pihenni a katonák. Abszolút. Megint kínkísérletezték ki? Rajtunk. Hát persze. Gyakorlatilag van ennek a korabeli ilyen tömegoszlatásnál használt úgynevezett hangágyú, ami 2 hullámokat kibocsájt a szerkezet, és a hangadókra ráirányítják, és ott helyileg, bocsánat, összefosikálja magát. Ez itt mikrofonon kívül volt. Egyszerűen hasmenés jön rá. És esze ágában nincs további üvöltözni, hanem szalad papírért, meg egy ilyen ülőalkalmatosságot ugye, előszedni, mert tényleg hasmenése támad, megőrülnek szinte, nem hagyják pihenni, ezeket a rezgéseket bocsátják ki rájuk. Tehát ez például egyik technológia. A másik az úgynevezett Mundas, vagy Holdon lévő lezuhant szerkezetek, meg épületeknek, stb. A feltárása, a kutatása, a bemutatása és egyéb. Tehát itt ennek az izgalmas része, hogy egyrészt sokáig azt hitték, hogy az oroszok vannak fönn, hogy az ő technikájukat fogják összeszedni, hátra rájönnek valamire. De aztán kiderült, hogy nem, ez egy füllentés volt, mert az idegenek technológia, hiszen bázis a Hold. Majd arról még fogunk külön beszélgetni. És az úgynevezett űrhulladékokat összeszedni a projektnek a másik része, de hát ugye azt látjuk, hogy ma már úgy néz ki a Föld, hogy körülötte nem látjuk a Földet szinte, annyi az űrszemét, ami fém és egyéb adalékokból, rossz, hibás, meghibásodott műholdak, amik ott keringenek és le nem zuhannak, aztán majd egyszer lezuhannak, tehát veszélyhordozó is, mert ezeknek a befogás összeszedése. Aztán ugye Snowdenről hallottunk bizonyára már, ugye, ő kémkedett az USA-nak a titkos szoftver egy számítógép parkjába, és az NSA az ugye nagyon sok olyan programot használt, amivel megfigyelik a mobiltelefonjainkat, ugye? De hát ugye most is van egy ilyen szárnyaló fekete ló, ugye? Tudjuk, hogy miről beszélünk, ugye? Azt is használják, hogy ne, a világon nagyon sok helyen, elsősorban riválisoknak a kiszűrése, vagy eredetileg terrorizmusnak, különböző szóprogramok be vannak ütve, és amikor telefonon beszél, azonnal elkezd rögzíteni a gép, és aztán utána elemzők a rögzített anyagot megnézik, hogy ez most nemzetbiztonságilag veszélyes Amerikára, vagy nem, vagy stb. Nos, hát ezt a programot most nézzük meg, hogy például olyan programok vannak, hogy valami félelmetesek. Például a legkisebb mozdulat, mert ugye általában már egy kézzel szoktuk írni ugye a különböző szövegeket, ugye Messengeren például, vagy Viberen, ugye? Na most van, akinek nem ér el, és mindig egy idébb betűt ront el. Leazonosítják a hiba százalék alapján. Tehát ha én most innen valakinek elkérném a telefonját, és én 2 bal kezemmel elkezdeném beütni, ugyanazt a hibát rögtön tudnak, hogy az én vagyok, és nem az illető, aki a telefon. Ugyanis ez mind alattárba megy föl.
pillanatok alatt, mint a képeket végigszaladj, hopp, kész, nézd, és Kalmár János. Ennyi. És nem az én telefonomról beszéltem, vagyis írtam szöveget. Tehát ez nagyon döbbenet. Aztán az SRI, ugye, az egy nagyon érdekes, az okostelefonokra jellemző, ez ilyen gyorsulásmérő, meg gíroszkóp, meg egyebek vannak benne, úgyhogy azt alkalmazza. Elsősorban a lábakra összpontosít, a menet tempónkat azonosítja be. Most gondoljunk csak bele, mert mondok még egy jó párat, hogy ez a menet tempónkat, a másik a hiba százalékunkat, hogy hogy ütöm be, mit hibázok mindig. A hibáimat följegyzést tudja, hogy ez csak én voltam. Úgyhogy ennél meg bőven van, úgyhogy van mit regisztrálniuk. És nem nevet, együtt érez, hát ez nem úgy van. Ez alapján is felismerhetik az adott személyt. Tehát a beazonosítás, külön programok. Ez is nagyon érdekes, ugye? Mert hogy itt írás mintát értékelik ki. Az se semmi. Ez, amiről már beszéltem, nyelvtani hibák, ugye? Valaki a hülyét elipszilonnal írja, vagy pontos évvel. Rögtön kiderül, hogy ki az illető. Jaj, egy csillag, jaj, az észbontók, hagyjusson eszembe már. Hát most voltak olyan drágák, hogy megkérdezték tőle, hogy a képen kilátható, és akkor több mint három név föl volt sorolva, ilyen, hogy Pilis, Boros, Jenő. Ez ő volt a képe. Miközben egyik színész volt, de hát félelmetes, meg bemapulnak ki az édesanyja, a felesége, bocsánat. Hol le anyó? Ezt azért mondom, mert pont beszéltünk a hol le anyó, csak akkor nem akartam közbevágni egyet kéne. De ez egy tündéri dolog, hát a hol le anyu, persze, igen. Ja, még egy gyönyörű ékes szólás, hogy melyik földrészen található Brazília? Spanyolországban. Vagy a kiírta Homérosz Iliászát. Szóval ezzel tömnek minket most azért most ezen én is... Mondjuk én szégyelni szoktam magam helyettük, de szerintem sokan vagyunk így ezzel. De azért nézzünk bele a valóságba. Biztos, hogy az a gyerek tudja, hogy mit nem tud? Hát nem tudom, hogy mit kéne tudnom. Hát azért nem arra mutatok rá. Na jó, természetesen ekkora karvaj karmokkal ülnek ott, hogy nem tudom a poharat, hogy fogja meg. És ilyen ping! Ting, ting, ez a szempilla. Csodálom, hogy nem kap szemsérvet, mikor lecsukja, mert azt valamikor föl is kell nyitni, de egy kis, na mindegy, jó. És még egyet nem tudok, ezt most így mondom, hogy törje ki a fenekét. Hát gondolom, most már beszélhetünk másról is, de szóval azért mondom, hogy na. Tehát a technológia az azért egy nagyon különös történet, az írás közbeni szünetek. Vagyis valaki a gondolatait hogy szedi össze? Ezeket is mérik. És ez mind. Most mondtunk csak néhányot. Ez már olyan szűrés, hogy már csak az lehet az élet. El se lehet, hiába más telefonjával beszél. Nézzük meg azt szintén, ez a Jet Population, egy speciális mikrohullámú program szintén. Ez meg arról szól, hogy a szívverésünket méri. És azt tudjuk, hogy azért annak vannak jelei, előzménye egy infarktus, egy stroke és egyébnél, úgyhogy ott az egészség állapotról is információkat lehet szerezni. Aztán a... Nem döglünk meg, mert most egy őrkényi egy perces szünetet tartanánk, jó? Oké? Menjünk akkor tovább, tehát egy kicsit ott táboroztunk le, hogy gyakorlatilag a mobiltelefonjaink a technológiában hogy hogyan vernek át minket, mert hogy ezek mind azok. Mindent rögzíteni kell, mindenünket tudni kell. Most már a DNS-einket is tudják, ugye? Azt tudjuk mi is, ugye? Most már, ha más nem is injekcióból, akkor a tesztből. Én nem teszteltem. Akkor te szerencsés ember vagy, én is vigyáztam erre. No, akkor haladjunk tovább. Tehát ugye azt beszéltük, hogy útrangot bocsájt ki a telefonunk, és abból szépen a szívverésünket leméri, és visszalöki a telefonra, és mindenkinek megvan a színusz görbéje, hogy kinek hogy
működik a szívecskéje. Ez ugye költői kérdés lehetett. Ugye az volt. Akkor itt a válasz is. No, persze. Nagyon érdekes az is, hogy most arra törekednek, talán láthatjátok, hogy a számítógépeken új lenyomattal, vagy bizonyos kód beírásával, vagy most már hanggal lehet vezérelni, illetve belépni a telefonjainkba, ami azt jelenti, hogy a hang színezetünket is kiszűrik. Most mindenkinek ugyanaz a hang egy másfajta felharmonikussal, a színuszjelre például, kinek sűrűbb, kinek stb. Szünete, nagyobb szünete, stb. Ez mind egyénileg, mint az új lenyomatunk változik. Ami azt jelenti, hogy hang alapján is felismernek. Még egyszer, Miklós? Jó, csöndben mondom akkor. Így jó. Hangosabban, Miklós. Hangosabban. Nem szól. Na mindegy. Tehát gyakorlatilag, így már jobb ugye azért valamivel. A következő, tehát a különböző okostelefonokkal, tehát hang vagy kódok alapján azonosítanak be, ami megint egy döbbenetes. Sőt, a tartózkodási helyeinket, ugye önként föl szoktuk jelölni, hogy itt vagyok, ugye a mi időjárásunkat jelezik, micsoda logika. Hát, hogy érdekel, hogy most, ugye most szakad-e, nem húzom el a függönyt, hogy kinézek, hanem hogy tényleg itt szakad-e most? Ugye zárt világban élünk. Ezért följelentkezünk állandó követésre, és most már úgy csinálja, hogy havonta egyszer megjelenik, hogy a előfordulási helyed a hónapba. Az is, hogy hányszor, hol. Gyakorlatilag fel vagyunk térképezve teljesen, és akkor most jön még, hogy bizonyos zajok, tehát hiába mondod, hogy te ide mész, a zajokból ítélve tudja, hogy hol van helyileg még plusz, tehát le is csekkol. Hát igen. Aztán még egy. Rögzítik azt is, hogy a közvetlen környezetetekben milyen telefonok vannak. Most jó, mert tévhátok őket, mert most annyian vagyunk, hogy azt sem tudják, hogy mi van. De mondjuk, hogyha mit tudom én, egy baráti, egy 4-5 fős, azt mindig tudják, hogy együtt péntekenként vagy csütörtökönként itt találkoznak, stb. Kik vannak ott személy szerint. Arról nem beszélünk, az már régi dolog, hogy 10%-e feljelentkezik a készülékünk a legközelebbi adóállomásról. Ezzel tudják például a bűncselekményeknél arra hivatkoznak, hogy a bűncselekményen tényleg ott tartózkodott helyileg az illető. No, hát, ja, a másik nagyon izgalmas, ez a vizuális új lenyomat, ugye, amikor ráteszed a gépre vagy a telefon, és akkor úgy olvas be téged, és úgy enged belépni. A számítógépeinken figyelik az egér mozgásainkat. Hogy ki, hogy, merre, hogy húzza, akadozva, szaggatottam, szünetekkel, gondolkodik, stb. Tehát ilyeneket is figyelnek. Ja, hát arról ugye az nem is kérdéses, hogy ahova belépünk, azokat megjegyzik, hogy milyen oldalakat látogatunk. Úgyhogy én bajban voltam, mert volt nekem egyszer egy ezoterikus klubban, mert esetleg mesélhettem, és naponta ez volt a Akasa klub, talán még emlékeznek egyesekre, te bizonyára, hiszen ott oda jártál még annak idején, és annyi telefont kaptam, hogy pasik hívtak, hogy ez az erotikus klub? Mondom, ezoterikus klub. Na most ez alapján engem jegyeznek, akkor... Na mindegy. Nem nevet. Együtt érez, mondom mindig. Na mindegy. Na nézzük meg ugye az új lenyomatok, meg a különböző gondolatátviteli agyhullámokkal, mindennel kommunikáltatják ezeket a berendezéseket, és mondom, ez regisztrációra kerül. A híres Montauk Project, amire mondjuk ma, hogy hát ez nem egy mai program, és itt az egyik úrral beszélgettünk az előbb, hogy az internet, az gyakorlatilag azt tudjuk, hogy az hadászati program volt, az mindig is katonai volt, aztán majd később, amikor ők már egy sokkal fejlettebbre tértek, akkor elkezdték nekünk eladni. És minden így van, és olyan durván, olyan 50-70 év, vagy több, amikor már javába használják,
de erről egy büdös szót nem szólnak, és úgy adják el nekünk, mint egy vadi új találmányt. Na hát, ugye nem véletlen. A Montauk Project azért izgalmas, mert egy elhasznált régi katonai objektum volt, és itt hajtották végre az első hipertéri kommunikációt, illetve teleportációt, úgy is hívták, hogy az ugrási kísérlet. Az gyakorlatilag arról szólt, hogy ez az aranylóhoz, aminek piros volt a szeme, de ezzel nem látszik a képen, 3600 belőle el kell vigyenek bizonyos csoportokat, hogy akkor mi lesz az emberiséggel. És ezt végrehajtották, ezt a projektet. Elsősorban olyanokat, árva gyerekeket, akiket ugye nem keres senki, vagy olyanok, akik ugye elvesztették munkahelyeket, és gyakorlatilag lakásukat, mindenüket, na ilyeneket vittek el. Nagyon sokat nem tudtak visszahozni. És volt egy hajó, az úgynevezett Eldridge, ami egy, tulajdonképpen egy vontató hajó volt. Azon hajtották végre tulajdonképpen a kísérletet, ami abból állt, hogy összeszedték ezt a, mit tudom én, 300 vagy 400 embert, és akkor átugrasztották pulzáló mágneses térben. Egyébként döbbenetes, mert megtaláltam a görög kultúrában a pulzáló mágneses terű ugrási kísérletet, amit akkor azt végrehajtották jó. És a Delta T Project az ugye azért kapta a nevét, mert Delta, hogy mondjam, dipol antennák tömkelegét használták ugye az egész szerkezeten, és profi módon megvan a görög földön lévő ilyen kerámián. Nem tudom, hogy láttuk-e. Most az itt nincs, csak most mondom, ha már itt tartunk a ilyen teleportáción, akkor már erre is vissza ki kell térjek. Meg hát ugye ott van a Daedalus, ugye? Meg Icarus. Ugye a papa volt a Daedalus, ő gyakorlatilag, ő az, aki kijött, úgymond, ilyen útvesztőből. A fia, az meg repült, ugye? Ő volt, aki felszállt a napba. Csak ugye elfelejtették megkérdezni, hogy fönt a világűrben, de itt a 11 ezer kilométer, meg még kicsit lejjebb is már mínusz 50-70 fokok vannak. Azt nagyon szokott olvadni abba, ugye? A minden anyag olvad, ugye? Mínusz 70 fokon. De azért elárulja itt ott a művészet, hiszen ott megvan, ahol Daedalus kalapáccsal veri a Icarus szárnyát, de nem a hátán, hanem úgy értem, hogy külön van a szárnya. Vagyis ott elárulja, hogy fémből van. Mert ugye gyantával volt összeragasztva a szárny, ilyen tollagban, hát ugye azzal nagyon nehéz lehet repülni. Munkahelyre ottan könnyebben megoldható ez, hogyha fölcsatolunk egyet, és nem jól végezzük a munkánkat, akkor tudunk repülni gyantás szárnyal is, de alapvetően nem lehet, és mínuszban inkább kőkemény lesz. De ugye innen azt se látjuk, hogy a napba száll bele valaki, hogy látnánk. Minimum, ha fönt vagyunk a világűrbe, és onnan látom, hogy hova megy, ugye? Mert akkor látom fönt a bolygókat, innen lentől nem látunk semmit. Ugyanakkor ebben a görög ábrázolásban, ebben gyönyörűen az indulási oldal, érkezési oldal. Hogyan fejezték ki? Hát az egyiknél ugye az a régi hajók voltak, és a vitor egyiken föl van húzva, tehát az ott vesztegel, az megérkezett, a másik meg ki van feszítve fölül. És a pulzáló mágneses térnek a mágnes vasai körbefonva, gyakorlatilag vezetékekkel, valami döbbenetes. Hú, ez egy nagyon izgalmas történet. Na, itt ugyanerről volt szó, gyakorlatilag egy ilyen U alakú tengerparti rész, ide betolatott a hajó, négy autót vittek, nem ilyen normál, hanem katonai autót, amiben egyesével pulzáló mágneses mezőt bocsájtott ki, illetve erőt. Így kettő-kettő, és ami közte van, az láthatatlan már válik. Hát azért nagyon ki volt ezt találva, de most oda tolták be ezt a hajót, és eltűnt. És aztán azt akarták, hogy az ellenséges vizekre oda meg vissza beteleportálják, és akkor ott simán el lehet egy öbölbe teleportálja a hajót, a katonait, és akkor ott helyben ott szitává lő mindenkit. Tehát magyarul behelyezni, de majd azért erről látunk majd egy-két izgalmas dolgot még. Nos,
Gyakorlatilag a féreglyukon keresztül akarták. Na most nem jól sikerült a kísérlet, ugyanis elvinni el tudták az embereket, visszahozni nem. És akiket meg visszahoztak, azok időnként látszottak, időnként nem. Úgyhogy amikor egy hölgy, bementek a kocsmába, és idegileg teljesen kivoltak ezek az emberek, akkor például az volt, hogy egyik pillanat ütötték egymást, és hol látszott, hol nem látszott. Úgyhogy amikor kijött a katonai rendőrség, hogy, mert hatalmas tömegverekedés van, hát ugye idegileg kivoltak, akik visszajöttek, és veszekedtek, verekedtek, meg egyebek, és akkor kijött a katonai rendőrség, és akkor úgy néztek hülyén azért a szerencsétlen tulajdonosra, hogy hát kiverekszik, nincs itt senki, azért várjon csak, egyszer csak ott látja püföld, ezt a megint nincs. És azt hitték, hogy szellemjárás. De hát azt azért bizonyos helyeken nagyon jól tudták, hogy milyen kísérletben vettek részt, sőt, és akkor majd megyünk, itt van ilyen hullám, egyszer csak nem válik, láthatatlanná válik. Nos, egyébként ez működik, az amerikai hadsereg használja is. Például, amikor bizonyos területeket akarnak megszállni vagy bevenni, akkor azt csinálják, hogy ledobnak helikopter elszáll a célterület felett, ledobnak körülbelül ekkora ilyen hengerformájút, ami pulzáló, mágneses teret bocsájt ki. Ledobják, és a köztelevő rész, a katonák ott mennek, ilyen sziluettet fogsz csak látni, hogy ott valami fénytörés, amit a déli báb. De nem látsz embereket, igaz? Valami ott mozog, de nem látod. De hát látod a mögött a fákat, stb. Ugye? Tehát pontosan erről szól a fáma, hogy ez aztán megkapták az Orioniaktól, ezért Orion Delta T Project, azon speciális dipol antennákat, amiket vissza kell beépíteni, és akkor vissza is tudják hozni az embereket. Ugye? Na de ugye, ahogy bennünk az előbb beszéltünk, hogy van fém, ugye? Hogy ott van például a plébános, ugye? Gyakorlatilag a különböző fémek a hajó fémjeivel együtt összeolvadtak. Ugyanis nem tudta a gép elkülöníteni most az a testében lévő fém, stb. És a hajó oldalán csak átkeresztelkedtek, és most már Lion néven, tehát oroszlán néven fut ez a hajó, és görög parton van eldugva, elrejtve, de ott ilyesmiket lehet látni, hogy kilógnak a kezek ebből a fémhajóból, oldal, testrészek és egyebek. Hát ugye a fém, ahol összeötvöződött a hajóval, akkor az így járt. Az nem megy közérbe aznap, de másnap se. No, hát nézzük csak meg, hogy számos csillagkapu létezik, és ilyen kísérleteket végeztek, hát nem ez, mert ez a film reklám része, ugye a csillagkapu, az egyértelmű. Gyakorlatilag az történt, hogy katonákat próbáltak hipertéren keresztül átjuttatni bizonyos területekre. Ezt talán egyszer már említhettem, és persze ezt egyértelműen a harmadik nagyhatalom, Kína és az amerikai NASA segédletével együttműködtek ebben a szigorúan titkos projektben, így utólag lehet róla csak már beszélni, utólag tudtuk meg, és gyakorlatilag különböző térhajtó műveket használtak ehhez, és hát úgy próbálták létrehozni. Az űrfegyverek és az űrflotta, amiről beszéltem már, ugye, az azért izgalmas, mert 8 ilyen földi űrhajónk van. Most úgy beszélek, mint a nekünk is lenne, de mi nagy hatalom vagyunk, tehát nekünk is van. Gyakorlatilag az a lényege, hogy külső világűr felől érkező támadás, amit a 70-es években Ronald Reagan Chicagói Egyetemen kijelentett, hogy ha a Földet külső világűrből valamilyen támadás érni, akkor az emberiségnek össze kéne fognia, és akkor együtt védenénk meg a Földet, eltűnne közöttünk a minden vallási, politikai, faji és egyéb kérdés, hiszen akkor közösen vagyunk veszélyben, és ez így is igaz. Tehát gyakorlatilag itt ez a, ebből van 8, és történt nagyon sok háború most odakint a külső világűrben, filmfelvételeink vannak róla, ahogyan robbantják szét a hüllőket, akik menekültek innen el. Pontosan a Gezer, a Neze Project kapcsán Trumpi, ahogy kipucolták bizonyos helyekről őket. Az a sok-sok földrengés, az nem földrengés volt, azok berobbantották. Nem jött ki, berobbantották. Sajnos nagyon sok gyerek halt így meg, de így is több százezer gyereket menekítettek ki.
Ugye arról beszéltünk, hogy amikor volt ez a nagy konténerhajó, ugye, amit Szuezi csatorna, igen, hogy akkor ugye beszéltük, hogy akkor több mint 1200 gyerek holtan került, ilyen 6-8 évesek, és 1400-1500 pedig életben maradt, de az a lényege, hogy megpróbálják ezek a medbedekkel, olyan szellemi károsodás, hogy helyrehozzák őket, meg hát ugye olyan anyagokat tartalmazott ez a hajó, ami a Földet úgy teszi tönkre, hogy soha többet nem terem, tönkre akarnak tenni, ugye érthető, vagy annyi dollárt, mert már kellett pótolni a dollárt, mert már a fiúknak nem volt, mert fedett, bezárták, és új embereket tettek oda, azok meg már nem voltak hajlandóak nekik tovább juttatni a pénzt. Friss hírek között van, hogy Zürichbe nagyon sok bankárt tartóztattak le például, mert nem tértek át a Q-féle, kvantumféle pénzrendszerre, illetve elszámolási rendszerre. Most Putyinnal nagyon jól kitoltak, mert nem engedik neki, hogy SWIFT rendszer legyen. Nem is az a jövő, hanem a Q, a kvantum. Jó kicsesztek vele, nem? Na mindegy, a lényeg az, hogy a külső világűrből ezek menekülőben voltak, meg jöttek volna segíteni nekik, na most visszaverték, úgyhogy gyakorlatilag most egy üvegház alatt van a Föld nevű bolygó, úgyhogy nem kell félni a Putyin-féle atomrobbantástól, nem fogja megtenni azt úgyse. Nos, ez az, amit mondtam, hogy ha egy idegen faj jön ide, annak nem tudjuk, hogy mi a szándéka. Leigazhatja az egész emberiséget. Tehát valóban, amit ugye mondott a Chicagói Egyetemen, egyébként aztán az ENSZ-be is régen, sőt, már elég régen mondta, de az is igaz, hogy a Gorbacsov szintén szó szerint megjelölt az UFO-kat a SKP 13., tehát a Szovjet Kommunista Párt 13. kongresszusán, megvan az eredeti kivonatom, totálisan, sőt, szerződést kötöttek akkor, hogyha bárhol földön kívüli részszerű támadás érni a Földet, akkor azonnal értesítik egymást. Ilyenből egyébként majdnem kitört már atomháború, mert ugye azt hitték, hogy ők jönnek közben, az idegenek voltak. Nos, biztos, hogy én azért azt gondolom, hogyha ide jönnek, ugye mondják, hogy leigázzák az emberiséget, abban az esetben, ha az ő bolygójuk megsemmisült, vagy valami olyan károsodás érte, mint mondjuk a Mars tekintetében. Ugye azt is tudjuk, hogy fővárosa ugye Kairó, ugye, Egyiptomnak, és hogy mit jelent a szó, azt már mondtuk, ugye, El Kahira, az Marsit jelent. Egyiptom fővárosa a marsiak. Nem Anikó, hanem simán marsiak. Tehát gyakorlatilag nem véletlenül. Ide menekültek, és Egyiptom tele van talánnyal, titokkal, és olyan fejlett kultúrával, hogy érthető, hogy valószínű, hogy tényleg ide menekültek. Most újra azt tervezik, hogy Marsot újra lakhatóvá, úgyhogy ezt Freont akarnak kiszállítani, azért, hogy befoltozzák a légteret, ha úgy mondjuk, hogy ne szökjön meg az oxigén. Nos, nagyon érdekes ez a MacArthur tábornok a következőt mondta, és ezt hagy olvassam szó szerint. A világ nemzeteinek egyesülniük kell, mert a következő háború bolygó közi lesz. Egy napon a Föld nemzeteinek kényszerű lesz egy közös frontot létrehozni más bolygók népei felől érkező támadásokkal szemben. Ő a szárazföldi haderőnek volt a parancsnoka, nem hülye volt. És mindez 1955. Hol tartunk most? Meg akarják valósítani. Meg is csinálják. Hát azt igen. Igen, csak oda kell, hogy mi is legyünk. Tétlenek, ugye? Az emberi klónozásról már beszéltem egyik előadásomon, talán a legutóbbi egy kicsit, csak azért mondom, hogy kis részletekbe, hogy ezt úgy hívják, ez a Sentinel projekt, ami az emberi klónozást oldja meg, a szuperkatonák, stb. Nek a ilyen lombik-szerű dolgokban vannak, és ugyanúgy, mint a fejlődik az anyamébe az embrió, ugyanúgy ezek speciális folyadékok. Egyébként nagyon érdekes, mert a több kultúrában, így az indiaiban úgy van, hogy speciális életvizét hozták. Ez nem életvize volt, hanem az anyamének a tartalma. Tulajdonképpen olyanokba tartják őket, ugyanúgy fejlődnek, csak sokkal gyorsabban. És gyakorlatilag évente több mint 100-at szoktak ilyenből létrehozni.
Ezek még úgymond kísérleti stádium, de annál már több szerintem ez a történet. Nos, voltak az úgynevezett montauk fiúk, akikről pont, amiről most beszéltem, kitenyésztett katonák. Ezek is szuperkatona kategóriát merítik ki, tehát ez is nagyon izgalmas. Gyakorlatilag úgy, mint az újraírható DVD, úgy törölhető állandóan a program az agyukba. Tehát most ez lesz, föltelepítik rá, mint a gép, azt produkálja. Letörlik újat, bármikor számtalanszor ez pótolható, illetve újra előállítható. Nos, a Sigma Project az is egy nagyon izgalmas történet, mert hogy itt az idegenekkel való kapcsolat létrehozása a cél. Arra külön osztályok és projektek vannak, hogy azokkal kommunikálni lehessen. Nagyon sok Dwight Eisenhower, ugye abban az időben 53-ban ő lett Amerikának ugye az elnöke, ő például leült az idegenekkel, talán egyszer céloztam is rá, és az volt a cél, hogy hihetetlen nagy tudást, energiákat és egyebeket adnak át, szuperenergiát és technológiát, cserébe le kell mondani a háborúról. Nem írta alá a szerződést. Ja, mert az nem az ő zsebébe menne, mert ott nem menne senkinek a zsebébe. És többször tárgyalt velük, és azt mondták, igen, ez az emberi faj. Tehát sajnos. Nos, nagyon érdekes, hogy ezen a elnököt ugye elrabolták, ezután történt ez a történet, hogy megpróbálták, de tehát úgy látszik, hogy veszett fejsze. Másik cél volt ebben a Sigma Projectben, hogy gyakorlatilag az emberi faj hibridizációja a földön kívüli fajjal. Ez zajlik is most is. Tehát ugye, ha azt veszük alapul, hogy néhányan nem e világból származunk és leszülettünk most ide, okkal, vagy az emberekkel segíteni az embereket, stb. Felvilágosítani és egyéb, akkor az a projekt. De ők a jelenlegi genetikával akarják ezt átírni, tehát úgy hibridizálni gyakorlatilag. Ezek a járványok például. Ugyanis a legerősebb genetikai ág marad életben. Működik az immunrendszerünk. És mindig más-más egyre erősebb dolgokat eresztenek ránk, és ott nagyon sok ember meghal, de ugye, bocsánat, a példa is a hasonlat ér, hogy az állatvilágban is csak az erősek maradnak fenn. Na most az embernél ugye úgy hívjuk, hogy humanitárius történet, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyt, hát mi megadjuk, csak ők nem. Tehát ők ezt igenis eszközként használják. Úgyhogy nagyon sok ezért rabolnak el például embereket. Kísérleteznek velük. Beszéltem olyan kontakt személlyel, aki azt mondta, az űrhajóra fölvitték, és eltolták egy ilyen nyitott ajtó mellett, ahol embereknek, az ezreinek a kezei, feje, lába, minden testrész ott volt, halomba, amivel kísérleteznek. Akkor még nem beszéltem, amit elfogyasztanak, ugye? Mert hogy van ez ilyen verzió, de most nem a rémizgetés ideje van. Nagyon érdekes az is például, hogy rájöttünk, természetesen rávezetve, hogy hogyan lehet teleportálni. Ugye ez a Nitaik-féle incidens, ahol gyakorlatilag a hadsereg teleportált több embert, 7 vagy 9-et, most pontosan nem tudom, és ott lehet látni ilyen áttetszően, gyakorlatilag többször megpróbálták, állik felfegyverzve, ugyanígy most nem a hajókat teszik bele, hanem az embereket juttatják be, állik felfegyverzetten valamilyen régióba, és ott elvégzi a maga kis feladatát, hadműveletét, amit kiróttak, vagy kiszabtak neki. Most az volt a lényeg, hogy ezt megcsinálta 9 önkéntes, igen, és az történt, hogy teleportálták, el is tűntek, és durván olyan 3 hónap múlva sikertelennek minősítették a kísérletet, ugye eltűntek az emberek, molekulális szintre, atomi szintre leépültek. Majd jött a döbbenet, hogy a 3 hónap múlva egyszer csak telefonon hívják Amerikát, azt a részleget, hogy itt vagyunk, és hogy akkor most mi a feladat? És akkor döbbentek meg, 3 hónap telt el, de megkérdezték őket, hogy
hogy érzékeltetek, mennyi idő mehetett ezt, egyetlen másodperc. Az izgalmas, ugye innen már érthető lesz, ami a Bibliában, hogy neked 1000 év, nekem 1 másodperc, vagy 1 nap. Hát ugye más idő zónákról van szó, úgyhogy végül átjutottak, és aztán utána normálisan materializálódtak, nem úgy, mint a humoros csillagok háborújában, ugye, hogy ott a fenekét elől vakarja meg, mert fordítva rakta össze a gépet. Az életüzeműket teljesen normálisan, úgyhogy jó a kísérlet, most már oda-vissza működik. Nos, nézzük meg a speciális szupertitkos űrprogramokat, ezeket csak úgy tudjuk, hogy valakik vagy ott dolgoztak, és onnan felszabadulva jöttek, vagy egy másik bolygón dolgoztak, és onnan kerültek vissza, és ma már beszélnek róla. Térben és időben visszavitték őket, tehát elvitték 17 évesen, dolgozott kint 20 évet, tehát 37 évesen majd visszahozták 17 éves korába, és onnan játssza újra a zenét. Most nézzük meg, hogy persze a világűr tele van, ugye nekünk is van fönn egy ilyen speciális űrbázisunk. Ugye sokáig a Mir volt, ugye? Tehát, hogy Mir volt, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy most ugye összevesztek ők is, úgyhogy most ott is ti gyalog jöttök le, mi meg visszamegyünk. Hosszú az út. No, mondom, együtt érez, jó? Gondolj csak bele onnan hazasétálni. Na, mindegy. Emery Smith az szintén egy ilyen bázison dolgozott, és gyakorlatilag mondta, hogy ott a mi űrbázisainkhoz képest sokkal nagyobb, 10-szer nagyobb egy ilyen objektum, ahol ők dolgoznak az idegenekkel, illetve ezeken a földön kívüli bázisok, illetve helyekkel. Aztán azt is elmondta, mert hogy ő eredetileg orvos volt, és ő eleinte mindig kapott, egy laborban dolgozott, és szövetdarabokat kapott. Nézte, hogy ez olyan furcsa, ez nem emberi szövet. Aztán később szerveket kapott, ugye, gyakorlatilag akkor döbbent meg, hogy ilyen nem is ismer. Aztán utána, mert először nem bíztak meg benne, azt utána lett, hogy testeket olyan, ami még ki se hűlt. Azt nem mondom, hogy meleg volt, de hogy ki se hűlt, az biztos. Tehát gyakorlatilag akkor döbbent rá, hogy ez nem is úgy néz ki, mint ez egy más faj. Tehát annyira, ezt nagyon megviselte, mondta is, hogy alig várja, hogy innen kiszabaduljon, mert ez nem bír. Ez az, amiről beszélt a TR-3B, ott láthatjuk egy kicsit a képet. Gyakorlatilag ez Roswell-i technológiából lett megépítve. Ugye ott arról nem is beszélek, hogy például a védőfelület az olyan, hogy mágneses, semmiféle tulajdonságot a radarernyő nem látja. Tehát olyan, a hullámokat úgy elnyeli, hogy nem bocsájt, nem veri vissza, ezért nincs ott. De hát ott van, dehogy nincs. Nos, itt van jobban egy profibb kép róla. Ezt ugye, ez például a McDaily légierők, amerikai légibázisról Tampából szállt föl. Persze több helyen van, ugye azt mondtam, hogy Groom Lake, Dreamland, stb. S4, S1, S5, stb. Körzet, 51-es körzet és egyéb. Ez azért érdekes ez a történet, mert hogy több milliárd dollárokat költenek, és nem tudjuk, hogy mire. Mert hogy földön kívülieknek készíték. Van ott egy olyan része, a Majestic 12, vagy a legfőbb 12, ezek katonaorvosok, katonák, és pszichológusok, és stb.ből 12-en vannak. Ők döntik el, hogy mi titkos, mi nem. Tehát ők az árnyék kormány, ha úgy tetszik, meg az idegenek. Azokkal egyeztetnek, és mi engedhető ki az embereknek. Azért azt megfigyelhetjük, hogy egyre több UFO-s filmet látunk, ugye most már, szinte majdnem minden héten 3-4 van egy-egy csatornán összességében. Nem véletlen, ahhoz azért, hogy egy olyan csodalényel találkozunk az utcasarkon, vagy mondjuk a közérbe, azért azt előre jobb, ha beharangozzák, hogy infarktus ne kapjon az ember, mert némelyik nagyon csúnyán néz ki. Nos, ugye ő volt Donald Rumsfeld, ugye, aki gyakorlatilag rájött, 2001. 9.10-én nyilatkozott, hogy 2,3 billió dollár, nagyon-nagyon nagy szám,
hiányzik a Pentagon költségvetéséből. Ha de hova tűnt a pénz? És ő utána mondta, hogy kiderült, hogy 2015-re 6,5 billióra nőtt fel az összeg. Hova az összeg? Eredmény semmi. No, hát akkor utána a vizsgálatot indítottak. Trump egyébként, ő volt, aki először engedélyezte a vizsgálatot, de nem is engedélyezték a vizsgálatokat. Hiába sipákolt valaki, nem ezt akkor se hagyták jóvá. Eddigre már 21 billiárdra ugrott az összeg, mert ugye hát dolgoznak a fiúk, hát az érthető. És ott van ugye a Pentagon, ugye láthatjuk alul, és akkor Trump azt mondta, jó, vizsgálóbizottság. Ez a Mike Rappert, a szenátori biztos volt, aki szeretném tudni, ha maga nem felelős ezt kivizsgálni, akkor ki tette föl a Köldnek a kérdést, mert hogy ő benne van nyakig a pénzügyi részben, és azt mondta, hogy az ezzel kapcsolatos információkat nem vagyok abban a helyzetben, hogy válaszolhassak a kérdésére. Jogos, nem? Közöd? De ezt szokták mondani, mi nem egyszerűen, ez rövidebb. Gyakorlatilag, meg lényegre törőbb ugye természetesen, és akkor ugye, megint el lett tusolva, és hát ugye a híres 2001-es VTC hatalmas robbantás egy döbbenetes dolog. Nézzük csak, ott bal oldalt van a két torony, ugye az ikertornyok. És nézzük meg, hogy a hetes épület itt van tőle. Ez távolságban is több száz méter. Semmi nem dőlt össze, csak ez az épület itt a hetes. Mi volt a hetes? A Pentagon számlagyárának az épülete. Ne tudják, hogy mi van benne. Mi mibe került? Hát kérem, eléget. Hát hogy nem? Hát ez is fölrobban. De ez nem volt a leaknázat, csak az, aki... Hát lehet, hogy szimpátiából mellé ledölt, ugye? Mind a két kémény, amikor beszélget, azt mondja, én elfáradtam egy kicsit, azt mondja, ledölök. Hát körülbelül ugyanígy lehetett, hogy szimpátiából vele együtt ledölt, pihenni egy kicsit. Mert ugye egyébként ebben nem repült se repülő semmi, ez csak úgy daszból, duziból, nem tudom, együttérzésből, de hát az összes számla megsemmisült, úgyhogy no control. De hát ugye már 21 milliárd volt, már nagyon kellett volna matekozni, és ennyit már azért nagyon nehéz kimatekozni. Hát egyszerű volt, ugye ott van az a barna, az, és akkor ott dől most össze, ugye. A CIA főépülete 6,5 másodperc alatt ömlött össze, több mint 7 óráig égett, hogy tudtira nem maradjon semmi. Hát ilyen volt a DK-nak az épületében, ott fölül kiégett minden nap, volt már ilyen. Nem? Milyen érdekes ezek a tüzek, ezek olyan okos tüzek. Ezek tudják, hol kell égni. Szelektív, de nagyon-nagyon szelektívek. De mindegy, hát ez van. Most nézzük meg, hogy ez volt a Nemzeti Levéltár, szupertitkos, aktától kezdve minden szám, mindennek annyi lett. Hát így már jó, persze a UFO kérdésre elköltött, ugyanis ide költötték ezekre más, és most kapaszkodjuk, más bolygókat építenek föl belőle, már úgy értem városokat. És ez nem vicc. Nos, megint itt Emory Smith, illetve Cory Goody, szintén két olyan személyiség, akik részt vettek ebbe a titkos projektekbe, ott a szuper technológiákat beszélik ki. Egyébként életveszélyesen megfenyegették őket, hogyha beszélnek. Hát a szegények nem is nagyon olyan könnyedén mennek el szórakozó helyre. Na itt a szuper titkos technológiákról, hogy 700-800 km/órával száguldó szinte csőposta a föld alatt, városok vannak, 40-50 kilométeres áthidalás nélküli, úgy mondjuk, hogy ma már tudjuk ezt, elüvegesítették a Földet. Ergo olyan kőkemény, hogy nem tudod, képzeljük, hogy itt most 50 kilométeres ilyen áthidaló lenne Budapest fölött. És nem tud összedőlni, mert ugye ívesen van. És mit tudom én, 20-30 méter üvegtömbből. Tehát nagyon is nem illetve. Phil Schneider, na ő egy szegény, izgalmas történet, mert ő a Dulce bázison volt, amit mondtam, hogy ott vannak UFO-k és különböző szerkezetek. Ő ezen a területen dolgozott, és hát szigorúan titkos dolgokat látott, hallott, és ő elkezdett matekozni, és ő elmondta, hogy ez nem stimmelnek ezek az összegek, sokkal nagyobb, mint amit itt megállapítottak. Hát ez nagyon nem tetszett egy-két emberkének. Ott van, hogy 30-50 km széles alagutak vannak.
Ugye ez csak a metróknak, de ez is gyönyörű, szép nagy. Tehát ott építették ezeket a városokat, és gyakorlatilag mondom, elüvegesítik az egészet, speciális technológia. A jó múlt korában ki volt itt, amikor a olvasztott köveket mutattam? Hát ez nem tömeg, 2, 3, 4, 5. Na, most azért, mert akkor arra hivatkoztam volna, a lényeg az, hogy az létezik egy olyan technológia, amit kussolnak ma is. Sokkal egyszerűbb lenne az építkezés. Nem kéne téglát fizetnünk, megolvasztanánk a követ marha egyszerű technológiával, és akkor kőépületeink lennének, de soha nem dőlne szét, és nem sorolnám, és nem kerülne egy büdös buznyákba, de ez nem bót. Ugye? Most az építőanyagárak, ugye azok megsértődtek, és nagyra törekvő terveik vannak az égi, és elég jól haladnak. Tehát gyakorlatilag létezik ez a technológia, ez az üvegesített, vagy olvasztott kő, de ezt nem kapjuk meg. Hát nem is tudnak róla az emberek. Ugye emlékeztek, hogy milyen jó pofa volt abban a kis kockában, bele volt olvasztva, össze volt gyűrődve a másik kő. Létező technológia. Nos, itt van a civilizációkat, építenek a holdakon, a különböző bolygókon, azt mondtam már, és ott a föld alá, tehát ott például a holdbázis van egy, de hatalmas városokat képzeljünk el. Mondom, ott a 30-50 kilométer, mint a Budapestet teljesen, meg még 10 kilométer arra ki, meg 10 kilométer erre, és nincs egyetlen egy tartópillérse. Azért van ott technológia. Hát csak nem nekünk. Gyakorlatilag, na ő volt aztán Phil Schneider, aki aztán azt mondta, na jó, nem stimmel semmi, 131 ilyen bázisról tud, és az volt a célja, hogy bebizonyítsa, hogy ezek a bázisok sokkal több pénzt visznek el, mint ami normál esetben lenne, és az USA GDP-nek a 28%-át viszik el ezek a megbízások, és felemészték. A nagyon-nagyon sok pénz. Na most ezért cserébe, mivel ő ezt megmondta, itt láthatjuk, rejtélyes halála lett szerencsétlennek. Itt jobb oldalt látható. Szét volt égve egy lukszerűen, ahogy az idegenek például kiszedik az emberekből a belső szervet, vagy a marhacsonkítások, stb. Tehát ott van szegény. Ő neki az apja is ott dolgozott ezen a bázison, úgyhogy nagyon őszinte volt, felvállalt, azt mondta, ezt akkor is elmondja. 1 000 milliárd egyetlen billió dollár. Na most ebből 21 billiárdot vittek el, ugye? Tehát el lehet gondolkozni, hogy mekkora pénz, és ebből egész civilizációkat népesítenek be, építik. Majd látunk, itt van Kína, 64 milliós lakos, üres holtváros. Ez üres holtváros. Van egy másik holtváros is szintén. De ilyen millió számra ám, hogy legyen hely az idegeneknek. Úgyhogy ha egyszer mi belekóstolunk a 4732. COVID-oltásba, azért ennyi, mert addig nem tudták elpusztítani az embert, itt már talán sikerül. Gyakorlatilag hely lesz, és új házikóba mennek. Katonák őrzik, be se lehet lépni. Egyébként Egyiptomban ilyen holtvárosok vannak, katonai őrizet, be se lehet lépni. De gyönyörű épületek, csak üresen állnak. Most nézzük meg, hogy McKinnon ugye egy másik hacker volt, aki szintén ugye szupertitkos projekteket leplezett le, és az volt a lényege, hogy az amerikai haditengerészetnek a dolgait mutatta meg, hogy mi. Ez a William M. Tompkins, illetve a Randy Kramer szintén, meg a Corey Goody, ők együtt voltak azok, akik beszámoltak részletesen azokról a világról, bolygókról, ahol ők dolgoztak szolgálatként. Tehát azért ez ezek a szupertitkos programokról. Például Randy Kramer elmondta, hogy ilyen üvegburra-szerű bázisokon dolgoztak. Ott bent oxigén van, kint nincs. Ott lehet látni szintén lent. Nem emlékszünk még a Mézga Gézára? Én Svédországban, amikor kint voltam, akkor ott azokkal a földön kívüliekkel beszéltem, és 94-ről beszélünk, és üvegvárosokat, lenyitható oldalú, félkörívvel lenyitható üvegvárosokat
rajzon, és az energetikai ellátási központ minden részletesen le volt rajzolva. Először azt kérdeztem, hogy látták a Mézga Gézát? Mert nem tudtam elkezdeni. Micsodát? Azt sem tudták, hogy miről beszélek. Most akkor a Mézga Gézában oldották meg, amit tudtak valakik. Tehát az emberiséget képzik, csak nem tudom, minek hajl akarják tenni láb alól. Szintén más-más bolygókat, és ott népesítik be, ennyi pénzből röhögve. Bocsánat, visszateszem még, hogyha a fotó. És akkor még nézzük egy pillanatra szintén a DARPA a jelenből a jövőbe, hogy miről szól a fáma. Tehát speciális mikrocsippeket építenek be a gerincvelőbe, most már a gerincve, tehát azért még rosszabbak. Gyakorlatilag azért, hogy a sluszkulcsot ne kelljen elővenni, hanem minden távolintóba kinyitom. Hát gratulálok. És ezért rá fogsz menni, ember. Már pedig rá. Itt ez egy óriási méretű csíp. Ez egy óriási csíp. Ez nagyon. Az a borzasztó, hogy ezt egy olyan 25 éve magyarázom, és eleinte mosolyogtak, most már nem annyira mosolyognak. De mondom, én nem változtam, akkor is ezt mondtam. Csak nem vettetek komolyan. Mi történt veletek? Mi ez a változás? Módova jutott eszembe, akit a vonatfüstje megcsapott. Nos, nézzük meg szintén az emberi agy 2,5 petabájtnyi nyers adatot képes megjegyezni. Óriási. Ehhez még léteznek olyan technikai berendezések, amit én használtam évekig. Ez a David 2001, ki ismeri. Az egy nagyon zseniális. Arra nem ők találták ki, csak ellopták. A német repülőgép pilóták használták. Ez olyan, hogyha amikor pánikba esne az ember, akkor átkapcsol az agya egy ilyen speciális nyugodt üzemmódba, gyönyörűen lehozza akár félszárnyú nélkül is a repülőt, utána kezd el cidrizni, de addig semmi, halál nyugodtan. Most ezt fölülírja. Ennek az az üzenete, hogy az emberi agysejteket, ha össze lehetne hasonlítani a hajszálhoz, a hajókötelet. Tehát körülbelül akkora óriás agyidegsejtek jönnek létre. És az iszonyatos mennyiség adatot lehet feldolgozni, illetve befogadni trilliószorosát ennek is. Mert ez csak a normáról beszél. De erről a David 2001-ről, erről mondom, a hajszál meg az ilyen vastag kötél között lehet választani. Hányszor fér bele? Micsoda információ fér bele, ugye? Arról nem beszélek, hogy a reakcióidő nagyon rövid idő lesz. Pillanatok alatt fölülbírál, azonnal tud, azonnal dönt, és jól. Tehát nem véletlen. Ugye erről már kicsit beszéltem, hogy a katonáknak, némelyinek már ilyen bepattinthatós, valószínű, hogy a robot katonák, amiket létrehoztak, nem robot, hanem ugye szuper katonák, amiről beszéltem, klónozással, ezek már így vannak becsatlakozva, kis interfész van, rácsatlakozik, rátölti, ugye mondtam, bármikor törölheti a gondolatát, lelövik, kiveszi az interfészt, a kártyát, berakja egy másik ilyenbe, és ugyanaz az ember ott folytatja, ahol az meghalt, és már nem tudja folytatni. Tehát ezek döbbenetes dolgok. És ugye, hát ugye a gondolatolvasó csippek, azt már beszéltük, hogy már a telefonjainkban is benne vannak ezek, úgyhogy abszolút az a lényege, hogy ezt beültessék eleve az emberi agyba, most ezek a kísérletek, Elon Musk ezeket csinálja, egy ide halántékhoz egy kicsit megvágják, föltolják az interfészt, és 8 apró miniatűr ilyen aranyszál van, amit gyakorlatilag mágnesesen belehúznak abba az ideg sejt csoportba, és onnantól kezdve a látás vizuálisan. Tehát a katona megy, és így monitoron néz a parancsnok, és mondja neki, hogy most jobbra menj, most balra menj, most hallja, amit hall. Izgalmas történetek ezek, ez a jövő. Ugye ez a Matrix-szerű agyi implantátumok, ezt is fejleszti, szintén a DARPA. Úgyhogy, na itt van, amiről beszéltem. Volt az emlék más, ugye? Amikor ugye pontosan az volt a lényeg, hogy ott nem is nézték, hogy ketten vannak, most nem tudták, hogy melyik az igazi, de hogy nem tudták. Hát itt ezek megvalósult tények. Tehát azért a filmiparban nagyon sokszor van ilyen tudatos kiszivárogtatás, hogy relatíve 70 évvel utánuk batyogva azért értesüljünk, hogy halad a kor. Hát itt vannak a különböző részek, ezek a kis apró lábak beszúrják bizonyos agyi területre,
Tehát ezek pici, csak egy pici furatot kell, és akkor oda beszúrják, és minden más, és aztán kicseréli a csippet, bedug egy másik ember, aztán ugyanaz, ami rajta van rögzült, az mind már az öröki. Ugye Elon Musk féle történet, amiről beszélek, úgyhogy gyakorlatilag ott van a csíp, amit ott látunk, oda beleülteti, és gyakorlatilag meghal, semmi baj, kiszedjük át egy másik klónba, azt megy tovább az élet. És milyen vidám minden, ugye? Gyakorlatilag egyébként Putyinról is terjesztik, hogy ez nem az igazi Putyin már. Az igazi Putyin 14-ben kivégezték, az korrupció és stb. Stb. Felsorolva minden, és ez már az a Putyin, aki mindenre nem volt hajlandó, és hát gyakorlatilag a csere bogár, ugye? Most nézzük meg különböző területeken, hogy hova helyezik be és hogyan fogják közbe. És nagyon érdekes, hogy ezt emlős állatokon kísérletezték először ki, igen nagy százalék jótékonysággal, majd aztán az emberi gén módosításra használták, illetve aztán az embernél. Mesterséges emberi kromoszómák, ugye, emberi, mesterséges emberi kromoszóma, ő a könyv, amiből íródunk, a kód. A kromoszómákat, azokat már mesterségesen, hát azért már igen, ugye, itt ez már a szuperintelligenciához lépcső. Ez, amit mondtam, a homo universalisnak a létrehozása, ami azt jelenti, hogy lehet választani, hogy ki történelem zseni akar lenni, ki világbajnok, mit tudom, kézilabdázó vagy bármi, lehet választani. Most még nem. Nekünk még nem is hiszem, hogy megadják a lehetőséget, de erre irányul a szuper emberek létrehozására. Nagyon érdekes az is, hogy az emberi kromoszóma új kromoszómával rendelkezik, a 46 helyett 47-dik, amit most úgy mondanak, hogy ez az őssejt kategória. Ez a szuperriválásnak a szimbóluma. Ennek a beágyazása az emberi agyba. Léteznek valóban öngyógyító gének. Egyszer azt hiszem mutattam egy ilyen film részletet, hogy gyakorlatilag az emberi test, illetve bizonyos sejtek újra képezték önmagukat. Szétvágták őket késsel, és utána újra összerakta magát. Tehát azért ez egy rendkívül izgalmas történet, mert helyrehozzák, helyreállítják, méghozzá, és most jön a döbbenet, megint filmekben ugye emlékszünk, hogy elvágja magát, és utána visszabegyógyul. Pontosan sérülésmentesen újra kell a bőrszövetet létrehozni. Tehát azért nagyon nagy kísérletek vannak velünk. Itt vannak a vírusokat hordozó rovarok, mert ugye ezeket is felhasználják. Ugye emlékszünk, hogy most ez a csúnya, a büdös poloska, ugye, milyen invázió van? Hát egy ideális egy ilyen csoportot felhasználni, fertőzések terjesztése. Lefertőzik az anyállatokat, szaporítják, aztán ők maguk is szaporodnak profi módon pillanatok alatt, és kieresztik a világba, és megtörténik egy olyan világ, fertőzöttség, amire ugye nem is gondolnánk. Aztán ilyen területeken kísérleteznek rendkívül különös lényekkel. Genetikai kódokat írnak át, és itt az az izgalmas, ilyen lehet a yeti például, vagy a csupakabra, és sorolhatnám, kipusztult állatfajok. Genetikai kísérlet összerakni új állatfajokat, új emberfajt és egyebeket. És ha abból a laborból kiszabadul, akkor látjuk. De gyakorlatilag Istent játszik a hatalom. Aztán Emory Smith beszélt például nagyon sok érdekes dologról. Ez, amit már mondtam, ez a több ezer szövetmintát, és hát itt most az van leírva, kicsit előre szaladtam a gondolatban. 250 földön kívüli testen hajtott végre boncolást. Ez nem két darab. És akkor nézzük meg, szintén itt vannak a szupervasutak, ami 700 mérföldet tesz meg pillanatok alatt. Hát körülbelül úgy, azt tudjuk, hogy az autó szélvédői mi villan át a szúnyognak a agyán. A segge. Na, tehát gyakorlatilag, igen. Hát körülbelül úgy csapódnánk mi is a szélvédőre, mert ez iszonyatos sebesség. És most jön a döbbenet, hogy másik bolygóra érkezik. Magyarul egy teleportációs kapuba jut, ahonnan oda passzolják, ahova tervezték. Ezek működő dolgok, tehát ez nem a sci-fi. Ja, lehet, nevezzük sci-finek.
akkor jobban alszunk. Itt van a Finn Schneider, akiről beszéltem, hogy gyakorlatilag hát kivégezték szerencsétlent. Azt mondták, hogy öngyilkos lett. Ez körülbelül olyan, hogy önkezével akasztotta fel a 4 méter magasan lévő vezetékre önmagát, úgyhogy megkötötte a széket, úgy rúgta ki, hogy nem is volt a terembe. Tehát igen, igen. Ugye, amikor a két kínai ugye átmegy a pasi, és akkor a rendőr mondja azt, hogy te ilyen csúnya öngyilkosságot még sose láttam. Hát ez körülbelül ugyanígy szerencsétlent megölték, ugyanis beszélt, mindent napvilágra akart hozni, sok mindent tudott, de aztán véget vetettek az életének, úgyhogy szomorú. Azt hiszem, hogy a 96. januárjában végeztek vele. Az a híres kék sugár, vagy Blue Beam Project a hologramokkal, ez gyakorlatilag arról szól, de hát erről 17 évvel ezelőtt tartottam egy előadást, úgyhogy igen friss a mai téma, de annyiból igen, hogy ide tartozik azért a szuper technológia. Miről szól? Ugye ez arról szól, hogy ja, itt nincsen akkor, de itt is jó. Hogy különböző projektekben, mint ennél is, megpróbálják, különböző fémionokkal megszórják a légterünket, az a vászon, idézőjelben, mozivászon, és akkor például rávetítik a Jézus második eljövetelét. Élőbe kommunikál velünk, felismerhető, ami nekünk ugye van ábrázolva, az a Jézus, és szól hozzánk. Most képzeljük el, Dél-Amerika tele van, nem Spanyolországban, mint a lányok, ahogy mondták, hanem gyakorlatilag tele van vallásos terület, Brazília nagy része, nagyobb része. Azokat is kell irányítani, mert itt Pesten ugye átállítják a rendszert, azt jön, aminek jönni kell, azt úgyse hisszük el. Ott pedig, ahol vallásos emberek vannak, ott vallásos szintű, tehát hozzá Jézus kell, hogy szóljon. Emlékszünk Mogadisúnál, annál a jelenésnél? Ott megjelent ugye Allah, ugye? Hát mindenki állt és hozzájuk szólt, hozzájuk beszélt. Ugyanis hangtechnikailag is meg tudják oldani, profi módon. És ugye ahogy mondtam, hogy az előző előadásban, hogy egy szál lézerrel, tehát ezzel az egy szállal meg tudják oldani azt, hogy letapogatják a házat. Most már egy szállal, egy szál lézerrel háromdimenziós képet hoznak létre. Azért az valahol mi, mert ugye három kell minimum hozzá, hogy durván 120 fokos szögben filmeznek, és ott holografikusan megjelenik az illető, vagy valami esemény. Na pont erről szól itt is a fáma, hogy egy ilyen lézerrel megcsinálják, és az emberek látják, hát itt van, hát én láttam Jézus, nem mond már, de én látom, szólt is hozzám. És ha kell, ahogy Johannesburgban volt, mikor egy idióta ugye öngyilkosságra szólította fel, meg most is nemrég volt egy ilyen csoport, aki szekta inkább, ahol ha ezt a gyógyszert beveszitek, akkor megszűnik minden földi javatok. Persze ő elfelejtette bevenni, aki erre rábírt embereket. A vagyonuk kellett, ugye? Duncanről már beszéltünk, ő a Blue Bean Projectnek az egyik ilyen részét elemzi, és a telepatikus kétirányú kommunikáción dolgozott. Tehát magyarul oda-vissza tudtak kommunikálni. A fehér porommal, amiről írtam, azzal meg mindenki tud kommunikálni oda-vissza. Azért is kellett ugye tönkretenni David Hudsonnak a laboratóriumát, amikor ez elkészült, hogy nehogy már életben maradjon mindenki. Összetörték Lipitjára, hogy nehogy meg tudja ismételni az anyagot, bármikor megtudta. Úgy engedélyezték, hogy most nincs benne az a anyag, hatóanyag, amivel működik. Tehát gyártatod, ez a white gold powder, fehér aranypor. Most van egy ilyen csoport, minek is hívják ezt a... Ormusnak hívják, igen. Ormus.hu-ra fölmentek. Nem próbáltam még. Én igazi fehér port próbáltam, azt meséltem, hogy miket lehet vele. Becsukod a szemed, és nyitva van, tehát ugyanúgy látsz. Sorolod minden, ami történik körülötted, és be van csukva. Nem is tudtam aludni körülbelül egy hónapig. Mindent láttam, mindent előre tudtam, meg stb. Tehát működik. A
a magyar alkimistáknak a szövetsége a könyvemet elolvast, és az alapján meghívott, hogy na, annyit beszéltél róla, a gyerek ostold meg. És így sikerült, de tényleg döbbenetes dolgok voltak. Nos, alacsony frekvencián, hiszen az agyunk is alacsony frekvencián működik. Az észbontókban meg rendkívül alacsony technikai szinten oldották meg. A HAR Project szintén, ugye az megint egy nagy teljesítményű hullám, rádió hullám kibocsátása, aminek az a lényege, hogy gyakorlat több lényege van, időjárás módosítására tervezték, hazudták. Nem? A virtuális vászonnak a megvalósításához kellett. Bocsánat, egy pillanat. Tehát gyakorlatilag megint átvertek mindenkit. Nem az történik. Gyakorlatilag bármit felvetítenek az égre, és látni fogod. És akkor UFO-t is látsz, bármit látsz. Jézust, Buddhát, vagy amit akar az ember, illetve amit ők akarnak. Mindig meg kell szólítani azt a csoportot, népcsoportot, vagy vallási csoportot, akit ők nem tudnak megszólítani, mert erősebb a papnak a hívői közötti kontakt, ezért majd fölfestik neki az égre, vagy bocsánat, holografikusan följátszák, és amit mond, mindent elhisznek. Hát, figyelj, én látom, hát én hozzám szól. Persze. Nos, gyakorlatilag ez a technika arra lesz jó, hogy a Jézus második eljövetelét is bebizonyítsa. Hogy igenis van és létezik, és mindezért az egész világnak össze kell fognia, és egy új világrendet kell létrehozni. Mert hogy akkor egységesnek kell lenni már, ugye? Nézzük meg, hogy ugye második eljövetele gyönyörűen ott van, lehet látni, ez egy holografikus, de az még nem színes, mert színesben működik minden, az ott baloldali. Gyakorlatilag, és olyan valóságszerű lesz, és hangot fog hallani. Ma már létezik olyan technika, hogy senki nem hallja, hogy a bizonyos emberek hallhatják, de amikor mindenki hallani fogja, hogy mit beszél hozzá, akkor térdre imához. És azt tervezik, hogy egy hamis, földön kívüli háborút fognak bevetni nekünk, magyarul egy inváziót, és ezzel akarják a világot egyesíteni. Tehát ki van ezt találva, A-tól, B-ig, C-ig, mindenféle verzió, csak hogy új világrend legyen. Nos, nézzük meg, hogy ugye az elragadtatás, tehát ugye ezt is teljesen máshogy képzelik az emberek, hogy az égben majd a földön kívül menthetik meg a bolygót, meg stb. Gyakorlatilag a sátáni, földi sátáni erőktől, viszont megint csak össze kell fogni, szóval ismerjük a gép programot. Világállam képítése az igazi végcél, emögött a projekt halmaz. Mit mondott David Rockefeller? Egy globalitás átalakulás szélén állunk, csak egy megfelelően nagy válságra van szükségünk, és a nemzetek el fogják fogadni az új világrendet. Nincs előkészítve kellően? De. Aztán mit mondott, ugye, Ellen White egyébként nagyon korrekt, a világállam képítés a végcél, és ez a hatalommal felhasznál minden lehetséges eszközt. Szuperintelligenciától kezdve, oltásokat, járványokat, háborúkat, mindegy, csak egységes, aztán majd a földön kívülieket is, hogy fogjunk össze, mert hát azért, na hát nehogy már itt megtámadjanak minket, meg lerohanjanak. Milyen érdekes, hogy szupertitkos projektről beszélünk, az oxitocin, ugye? A hölgyeknek szoktak injekciót adni például a szülésnél, szüléskor. Ez egy beleegyező, egy elengedő, egy lazító történet. Magyarul mindenki jó van, jó, ez így, minden jó így. Most a szülésnél ez jó, mert görcsoldó, meg egyebek, stb. De a hétköznapi életben ez nem jó. Sokáig báriumot lőttek be például, azt szórtak a földre. Ugye ettől a férfiak ugye nagyon félhatott mutatott állandóan a mutató, mert hogy annyira leszed át. A katonaságnál is azt adják a katonáknak, hogy több férfi ott kellő távolságra legyen egymás. Ugye? Pontosan ezért. Hát arról nem beszélek, hogy milyen mérgeket szórtak még. Gyakorlatilag ugye itt már úgy beszéltek, hogy 8 milliárd emberről beszéltek, ez a terv.
Tehát itt jön a limit, nincsen 9, nem vissza 500 millió. Tehát azért nagyon érdekes, és ezek a David Rockefeller, Onassisok, és sorolhatnám, ez a 13 vérvonal tervezés akarja végrehajtani ezt az egészet. Vannak jó híreink, hogy a trumpi katonaság nagyon sokat kivégzett közülük, szerintem nem eleget. John Fitzgerald Kennedy volt, aki először ugye ezt az üzenetet mondta, hogy van egy terv ebben az országban, hogy minden férfit és nőt és gyermeket rabszolgaságba döntsenek. Mielőtt elhagyom ezt a magas és megtisztelő pozíciót az elnökit, szeretném leleplezni ezt a tervet. Ez volt az utolsó nyilvános beszéde, de úgy, hogy megszakította az adást, hogy ne tudjanak közbeavatkozni. Ezt egy percben elmondta, azt utána többit ismerjük, a Piramis utcánál ott szépen lelőtték, mert le akart leplezni mindent. Létezik egy másik projekt, az úgynevezett MK projekt. Ez gyakorlatilag a mind control és az agy control projektről beszélünk. Gyakorlatilag manipulálni kell az embereket, azt hiszem, hogy az zajlik is. Különböző rabszolgákat gyártsanak belőlük, itt a hatalom nagyon sok felé, vállalkozásokat győz meg, stb. Tehát azért megint csak mi a világhatalom, val szembenállást, az gyakorlatilag ők gátolják és akadályozzák. Vagyis azt akarják, hogy világhatalommá álljunk. Itt azt hiszem, ilyen birkácskák látszanak talán. Igen. Hát ugye a tévé, a média, az ugye úgy is mondják, hogy 4 hatalmi szint van, abból a negyedik a média, alkotmánybíróság, kormány és bíróságok, és negyedik a média, de a média, a negyedik bármikor megelőzi bármelyiket. Ezt ismerjük, ezt a részt szerintem. Hát ugye a hülyébbnél hülyebb ilyen gőzeke műsorok, ugye, mennek a tévébe, meg ez a gyúrjunk együtt, meg mindenféle baromságok. Jó a kiejtésed. Gyakorlatilag. Pont, te lazán, hát úgy lehet jó kérdésre. Na, szóval viccet félretéve, tehát gyakorlatilag a médiát azt iparágnak tekintik, és néphűítésnek. És ugye azt, amit mondanak, hát azért kell több tévét megnézni, mert a apró eltérések az igazi részek, és ha azt összerakod, akkor talán megérted, de nem, úgysem. Gyakorlatilag Trump rájött ugye ennek idején, hogy itt micsoda gazember dolgok vannak, és több tábornok engedélyt kért tőlem, hiszen addig a rossz oldalt szolgálták, hogy átállunk, elnök úr, önhöz, ha megkegyelmez, így tudták feltérképezni a nagyon-nagyon sok föld alatti bázist, ahol ezek a hüllők voltak, és ott azokat robbantgatták fel, tették tönkre, pénzeket elvontak, Suezi csatornás sztoritól, és nem sorolnám, ezek mind ennek a következménye. Pillanatilag 3 millióan vannak letartóztatásban, ezekből a dényekből, akkor úgy mondom. Először csak 65 ezer fő volt, de mindig időnként telefonálgattak, és mondták, hogy most már átléptük a 100 000-et, 300 000-et, stb. És most 3 milliónál tartanak, most egy új börtönt kell telepíteni, mert már annyian vannak, de ezeket mind szépen emelgetik, ezeket a gazembereket. Ugye Cory Goody volt egy, aki mondtam, hogy a külső bázisokkal nem sok van már, hát tényleg 3 nap és kész vagyunk. Gyakorlatilag, 3 órát akartam mondani, a 10 után. Gyakorlatilag történelmi beavatkozás ideje érkezett el, és ezt ő jelezte. Ugye Trumpéknak dolgoznak egyébként, és mai napig is, aktív elnök Trump mai napig is. Aztán békés fejlődést akarnak létrehozni, ahogy a gyakorlatilag anno dacuma szó volt róla a Bibliában is, hogy 1000 év, meg Nostradamus is, hogy 1000 év béke ideje jön. Na most jöttünk el, csak előtte sokan áttérnek a füvezésre, már úgy értem, hogy fűbe harapnak, nem mindegy, hogy ki. Mert ha kabál, akkor örömmel veszem tudomásul, ha mi, akkor vannak ellenvetéseim. Az emberi faj hibája az, sajnos ez a hibánk, legyünk őszinték, minden generáció azt képzeli, hogy a legintelligensebb most,
az elődeinél, és bölcsebb az utódainál. Nagy tévedés. Köszönöm a figyelmet.